12 éven aluliak számára nem ajánlott. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Periszat, Mercer kapitány Kellynek! Itt Kelly, mondjad! Remélem nem azt csinálod éppen, amit Darulióval. Mi is van Belenával? Üdvözlünk mindenkit a Parallaxis Tudományos és Fantasztikus Podcast első adásában. Mindkettőből lesz bőven, míg a tudománydoktor Vince Miklós az ELTE elméleti fizikai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa fogja képviselni, akivel három különböző meghajtó technológiáról fogunk beszélgetni, a Fantasztikumot pedig a Magyarországon januárban bemutatott The Orville című sci-fi végjátéksorozat. Nem csak a két főszereplő magyar hangjával sikerült beszélgetnünk, hanem a TV2 csoport jóvoltából ellátogattunk a Direct Dub Studio is, ahol belestünk a sorozat szinkron munkálatai mögé. Itt van velem Csaba is, hogy érezted magad? Kitűnően, köszönöm szépen a kérdést, Ádám. Bár korábban már láttam azért verkfilmeket, illetve a YouTube-on láttam videókat szinkron munkálatokról, de meg kell, hogy mondjam, élőben egy kicsit más volt látni egy tényleges munkafolyamatot. Először az volt a benyomásom, hogy mennyire egy feszített munkatempót, egy ilyen gyárszerű munka körülményt látunk magunk körül, de ebből az egész tevékenységből végül is kitűnt a színészeknek a profizmusa és az az erőbedobása, illetve lélek jelenléte, rögtönző képessége, ami nagyon-nagyon feldobta ezt az egészet, és egy jó élményként maradt ez meg bennem. Aztán persze mindkét színészt elkaptuk, és a Szinkron Stúdió társalgójában sikerült váltanunk velük néhány szót, ezt nem sokára hallhatjátok. De előtte még beszélgessünk egy kicsit a sorozatról. Neked úgy mi a véleményed az Orville-ről? Mennyire érzed azt, hogy van egy rejtett, vagy kevésbé rejtett és kevésbé burkolt párhuzam a Star Trek sorozatok és a The Orville között? Én mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem, ha lenne benne transporter, és az egyenruhák másmilyenek lennének, akár egy Star Trek sorozat is lehetne. Mi erről a te véleményed? Én nagyon ezt érzem, én is teljesen ugyanezen a véleményem vagyok, tehát annyira belefeledkezünk, hogy egyszerűen tényleg nem értjük, hogy miért nem transportálnak le az egyik bolygóra. Hát ez azért van, mert ezt az egész hangulatvilágot, ami a 90-es évek Star Trek-ére jellemző volt, ezt mesterien behozták ide is, és ilyen szempontból kicsit megvilágító erejű volt a cold openünk, ami a műsor elején hallható, ugye Csőre Gábor és Bogdányi Titanilla közjátéka, amiben nem tudjuk eldönteni, hogy most a Star Trek Voyager-ben vagyunk, vagy az Orville-ben. Hát ez valami nagyon fontos dolgot elmond erről az egészről, mégpedig azt, hogy a készítők által hangoztatott sci-fi, dráma és humor egyensúlyán túl nagyon nagy szerepet játszik a nosztalgia. Hát ez az, ami miatt mi Star Trek rajongók ennyire bele tudjuk magunkat élni, és bele tudunk feledkezni annyira, hogy teljesen olyan, mintha egy Star Trek-et néznénk. Van azért egy óriási nagy különbség a két világ között, és méghozzá maga a világok bemutatása, míg a Star Trekből természetesen tudjuk, hogy az egész univerzum mit akar, és mi van mögötte, és van egy több mint 50 éves kánon, és ismerjük a hátteret, ha úgy tetszik a politikát, addig az Orville esetében azért ebből elég keveset láttunk. Hát igen, ez joggal merül föl, hogy magáról a világról semmi nem derül ki, olyan, mintha egy díszletet látnánk. Látjuk, hogy ilyen Futurama, vagy ilyen Jetson Family-szerű háttér van, ami nyilván a Star Trekből merített a lehető legtöbbet, de nem tudjuk, hogy miért alakult így a jövő. Persze, ilyenkor mondhatnánk azt is, hogy hát az eredeti sorozatban sem derült ki egyből, hogy mi ez a Föderáció, hogyan alakult így a jövő, ott is szépen fokozatosan
derültek ki a dolgok, és a TNG-ig, az új nemzedékig gyakorlatilag több olyan fontos dolgot nem tudtunk a világnak a múltjáról, ami aztán később derült ki. Mondjuk a Kapcsolatfelvétel című filmig nem tudtuk azt, hogy a vulkániakkal történt az első kapcsolatfelvétel. De itt az Orville-nél ez kicsit szembetűnőbb, mert a Star Trek, ugye Gene Roddenberry elképzelése, az egy eredeti ötlet volt, és ott teljesen rendben volt, hogy szépen fokozatosan kibontakozik. Hát itt viszont azért látjuk, hogy ez valami Star Trek-szerű dolog akar lenni, de nem kapjuk meg a teljes képet, és ez kicsit ilyen szempontból szembeötlőbb. Ez persze a sorozat nézése közben nem zavarja az embert, ez inkább akkor merül föl, mikor utólag így beszélgetünk róla, vagy elgondolkozik rajta az ember, hogy hát igen, amúgy ezt a világot úgy megnéznénk egy kicsit jobban is. Kellenének olyan epizódok, amik feltárnák bizonyos dolgoknak a múltját, vagy a hátterét. Amikor tavaly megjelent az első tréler, mi volt az első benyomásod a sorozatról? Hát az, hogy ez kell, ezt azonnal nézni akarom. Természetesen ott voltak azok a díszletek, ami Star Trek hangulatot árasztott és sugárzott magából, azonnal nézni akartam. Egy kicsit tartottam tőle, hogy milyen lesz ez a Seth MacFarlane dolog, hogy a humor az mennyire lesz túltolva, mennyire lesz esetleg alpári, olyasmikre számítsunk-e, mint mondjuk a Ted filmekben van, vagy egy kicsit visszafogottabb lesz, hát végig ez volt a kérdés, hogy milyen lesz az egyensúly. És most, hogy véget ért az első évad, mi a véleményed róla, hogy most már ugye az egész összképet látjuk? Kitűnő véleményem van róla. A Star Trek Discovery-vel együtt alkotnak ezek egy egészet, tehát mondjuk a Discovery az új utakat keres, és egy olyan megközelítést prezentál, ami a Star Trek modern világunkba történő adaptálását teszi lehetővé. Az Orville emellett egy régi érzést akar kielégíteni, egy kicsit humorosabban, és úgy érzem, hogy ez a kettő együtt, ez nagyon rendben van. A sorozat Amerikában a Foxon fut, és hát tudjuk, hogy be is rendelték a második évadot. Mit gondolsz, miben rejlik a The Orville sikere? Hát szerintem mindenképpen abban, hogy jó egyensúlyt, jó arányt sikerült találni ezek között a dolgok között, amiket említettünk, a sci-fi, a dráma és a humor között. Ugye nagyon nagy azoknak az embereknek a száma, akik szívesen, nagyon-nagyon szívesen visszatérnének a 90-es évek Star Trek-éhez. Nagyon nagy azoknak is a száma a közönségben, én úgy vélem, akik egy lazább, egy humorosabb megközelítést látnának, és inkább a karaktereknek a hétköznapjaiba is betekintést szeretnének nyerni az ilyen űrkalandok közben. És egyszerre képes ezeket a megfogalmazódó igényeket kielégíteni. És ha teljesen kiemeljük a Star Trek világából, vagy az ezzel való párhuzamból, akkor önmagában mégis mit tud szerinted nyújtani ez a sorozat? Miben más, mint mondjuk, ez kicsi álnaív kérdés, de miben más szerinted, mint az eddigi science fiction sorozatok, televízióban látható science fiction sorozatok? Tehát nézzük úgy, mintha egy új néző lennék, és mondjuk fogalmam se lenne a Star Trekről. Hát erre nagyon nehéz válaszolni. Mert én is nyilván mindent a Star Trekből vezetek le, és a Star Trekkel való viszonyával együtt értékelem ezt az egész jelenséget. Így nem tudom megmondani azt, hogy önmagában nézve ez milyen lenne. Valószínűleg nagyon jól megállná a helyét, mert sok a karakter pillanat, tehát aki megkedveli ezeket a szereplőket, és azonosulni tud ezekkel a szituációkkal, azoknak szerintem ez egy kitűnő szórakozás lehet, de nekem nagyon nehéz kívülről rálátni erre az egészre, mert én azért szórakozok jól, mert a Star Treknek a világában érzem magamat. Te vajon mit gondol erről az, aki nem rajongó, de 7 éven keresztül szinkronizált egy Star Trek sorozatban, méghozzá a Star Trek Voyager-ben Tom Paris-t, Csöre Gábor következik. Tisztában vagy vele, hogy 7 évadnyi Star Trek Voyager alatt összeforta a neved és a hangod a Star Trekkel? Én azt nem tudtam. Azt tudom, hogy a Star Trek az egy nagy sorozat volt, de hogy összefort volna, hát azt nem tudom, de az biztos. Egyébként egy tök jó sorozat volt, legalábbis az a rész, azt nagyon élveztük. Könnyű volt a munka, nem volt bonyolult, és nagyon jó csapat verődött, azt hiszem, ott össze.
Látsz hasonlóságot a Voyager óriási között és a... Óriási, de én nekem ez valamilyen szempontból jobban tetszik, hogy ebben rengeteg poén van, nagyon vicces, emberibb. Ott a Star Trek az egy arisztokratikusabb sorozat. Itt meg jó poén, én magam röhögök rajta. Szóval a többiek nem állítólag, tehát van, akinek nem annyira jön beimni, nagyon jókat röhögök a saját lehetetlen szituációban. És mi a véleményed magáról, Seth MacFarlane-ről, illetve az ő karakteréről, Mercer kapitányról? Figyelj, a arcát láttam, meg tudom, hogy nem vagyok annyira expert ebben a történetben. Szerintem tök vicces. És most tisztán néztem, szépen van pocakja, úgyhogy nem az a basic hős, basic űrhős, aki van. Szóval megissza a saját borát, megissza a saját kis viszkét, gondolom, és éppen el van az életével, és akkor gondolom legyártott. Ezt ő gyártotta, ezt a filmet egyébként? Igen. Ezt ő csinálta magának. Igen, veterán Star Trek készítőkkel gyakorlatilag. Veterán. Nagyon jó. Hangilag nagyjából azért a beszéd hangodat... Nincs gáz. Én, vagy hát nem tudom, tehát az Andrea választott ki. Tök jó. Eleinte, na mi a tököm ez? Igazából nem nagyon tudtam hova tenni, és akkor ahogy kitalálják a szituációkat, és kitalálják a különböző karaktereket, amik vannak, azok nagyon emberik is, nagyon jók, és ilyen szempontból tényleg élvezhető. Epizódot esetleg láttál már belőle, vagy még csak annyit láttál, amennyit itt nem, a fent? Hát szerintem végignézem az egészet, mert gyakorlatilag mindegyikben benne van, tehát egyrészt ez. De már néztem, azt hiszem az első részt láttam pontosan. Egészen véletlenül azt, hogy végignéztem, szerintem tök jó. És ha már első rész, ugye... Ebből mennyi van ebből? 12. Rész vagy évad? Rész. Akkor kész, ez kuka után. Nem, készül a második évad. Ne viccelj, most nézik kint. Igen. Hát de jó. És ha már első rész, akkor abban van is egy jelenet, amikor te, mint Mercer kapitány megengedett, hogy üdítőt hozzanak a hídra. Te, ha kapitány lennél, akkor megengednél ilyet, hogy üdítőt hozzanak mondjuk a hídra? Nem tudom, nem lennék kapitány, de ebbe ez a poén, megengedni nyilván, de ebbe, hát ebbe az a jó érted, hogy ott van az íróasztalán a breki, a béka, vagy tudod mi az, hogy egy picit, vagy ilyen világában, hogy a Galaxis Őrzői 2. Na, abban vannak ilyen visszahajlások a Föld nevű bolygóra és annak különböző ikonikus pillanataira, vagy attribútumaira, vagy sztárjaira is. De ez is valami olyan, és ettől lehet kötni, ettől tudod visszakötni magadhoz. Remélkedni lehet benne, hogy talán ebből valami megmarad majd az űrben is. Mondjuk szolgálnál-e az ex-feleségeddel a hídon? Ha nem lenne egyszerű. Még a Nemex-el is. De épp ezért jó, mert kitaláltak egy olyan szituációt, ami előfordulhat. És ezek emberi szituációkba kerülnek, keverednek. És amikor másodszorra is megcsalja a szerencsétlet ugyanazzal a kékbőrű palival, az a Darulio, nem tudom. Igen. Azon tényleg rögtem, mert ez ilyen van. Extrém, de van. És ettől vicces. Ezen kívül van olyan jelenet, ami így megmaradt benned, ami így nagyon, nagyon vicces volt, vagy esetleg pont az ellenkezője? De nem, ez a rész, ez mondjuk elképesztően vicces. Ez nagyon megragad. De egyáltalában véve az, ahogy ezek cívódnak és veszekednek egymással, mint férj és feleség, ez egyébként tök jó el van szórva, és hát mivel én is házas ember vagyok, úgyhogy tudom, hogy miről szól a történet. A Galaxis Őrzőit említetted, egyébként szoktál science fiction-t nézni, szereted? Én nagyon szeretem. És azokat nézed inkább, amik ilyen derűs jövőképet vetítenek, mint az Orville, vagy inkább a borúsabb? Hát amikor derűs jövőképet vetít, akkor boldog vagyok, amikor nem, akkor kevésbé. De egyébként én minden nézek, szóval amikor van időm rá, akkor nagyon szívesen ott maradok ezeknél a filmeknél. Ugye én nagy Star Wars rajongó vagyok, úgyhogy ilyen szempont nekem gyerekkoromat meghatározta. Gyakorlatilag kívülről tudtam a Jedi visszatért angolul, úgyhogy... még talán most is tudok belőle egy-két sort az elejéből. Tehát ez ilyen kaland, meg most tök mindegy, hogy nyillal lőnek, vagy éppen lézerpuskával. Nekem ezek a gyerekkorom, meg a férfi létem ez hozzá. Tehát a szinkronizálás kapcsán gyakorlatilag szinte minden vígjátéksorozatban hallani téged, többen főszereplőként. Melyik szinkronál hozzád közelebb az ilyen nagyobb volumenű, filmes, nagy, komoly szinkronok, vagy ez egy kicsit ilyen lazább? Nyilván ez egy kicsit álnaív és buta kérdés is, de... Persze, de nem tudom, igazából nem tudom.
Van, amikor ha fáradt vagyok, akkor nagyon szeretek brazil sorozatot szinkronizálni, mert nem kell vele toszakodni, mert egyszerű, gyors, megvan. Tehát akkor úgymond a munkavégzésen legyek túl. De ez, ha így lenne mindig, akkor majd megbolondulnék, mert akkor tényleg csak favágás lenne. És egyébként azt kell mondanom, hogy egyébként nagyon sok dél-amerikai sorozatban igen jó színészek és igen jó játék van, most ez csak a szakmáról. De én jó színész szeretek szinkronizálni, szar színészt vagy rossz színészt, nagyon nem szeretek, vagy régebben jobban észrevettem, vagy már nem is tudom. De azt tudom, hogy az érzelmi, a nagy érzelmi amplitúdók, mint ahogy egyébként színpadon is, vagy bárhol, azok nagyon megviselnek. Tehát vannak olyan filmek, amikben úgy belegevedek, vagy elfáradok. Most ilyen, még egyszer mondom, te például ilyen volt az Éjféli féreg, vagy a nő. Most éppen múltkor néztem meg, és nem bírtam nézni se. Tehát annyira megviselt, és annyira hatással vagyok még most, saját magam hatása alatt vagyok, ahogy szoktak mondani, de tényleg, de nem, hát a Joaquin Phoenix hatása alatt vagyok, meg a film hatása alatt, hogy néztem egy ideig, néztem, és mondom, nem akarok én most megint sírni, elkapcsolom, megyek valami ízét, nézek valami zarságot. Inkább, mert nem. Tehát, de megvisel. Legalábbis én úgy érzem, hogy akkor jó valami, hogyha hát szipogni nincs értelme a kamer, vagy a mikrofon előtt, hogyha az illető sír és szenved. Tehát az, ha jó a munka, vagy jó állapotban vagy, akkor te ugyanazokat megéled, vagy legalábbis azt hiszed, hogy megéled. Na most azért meg nem szeret mindenki basszus hetente kétszer sírni, tehát az nem jó, vagy kettente kétszer elveszteni az anyját. Vagy persze kijössz utána, mert fölveszed a számlát, kitöltöd, fölveszed a pénzt, de akkor sem. Nem tudom máshogy fogalmazni. Például a Hőrben van egy ember, aki elveszíti a feleségét, mert elválik, utána egyedül van, és utána beleszeret egy operációs programba, és abba is csalódik. Már maga az egész egy ostobaság, már hogy Jézusom, hogy lehet beleszeretni egy operációs programba, de minden megtörténik minden rendes családi életben, és aztán rájön, hogy hát nem csak belészerelmes az operációs program, hanem mindenkivel dug. Ahol operációs program ő. Na most ezt megélni egy embernek, aki egyedül van, az rossz. Na most éppen ezért bonyolult ez a helyzet. Bár a beszélgetés végére egy kicsit elkanyarodtunk az eredeti témától, azért Gábor is elmondta, hogy a humor az egy nagyon fontos dolog, nagyon tetszik neki, és szerintem ez a The Orville egyik legnagyobb előnye, ahogy egyébként a Star Trek előnye is hosszú ideig ez volt, bármilyen rossz a helyzet, azért az epizód végén mindig feloldjuk egy kis humorral. Mit gondolsz erről? Hát igen, ugye az, aki nem Star Trek rajongó, az a karaktereken keresztül és a humoron keresztül tud kapcsolódni ehhez az egész dologhoz. Hát az epizód végi poénhoz hozzászólva, ugye még a 60-as években voltak olyan eredeti sorozat epizódok, amik ilyen hahotázva értek véget, ilyen nagyon gagyi poént tettek oda. Ez a TNG-re azért már, ha jól emlékszem, nem annyira volt jellemző, de szerintem abszolút helye van egy ilyen sorozatban az idétlenebb humornak is, hogy egy kicsit felszabadultabbak legyenek azok a szituációk, amik egy-egy ilyen űrkaland során lejátszódnak. Tehát ne vegyük mindig halálosan komolyan magunkat, és ne legyen mindig dráma. Igenis legyenek emberi pillanatok, és tudjunk viccet csinálni bármiből, hogyha kell, és helyén való. Persze nem kell ezt lépten nyomon erőltetni, ezt maga Seth MacFarlane is elmondta, de ahova belefér, és ülnek a poénok, ott igenis ezt ki kell használni. Ahogy már korábban is beszélgettünk róla, azért elég nehéz elválasztani a Star Trektől a The Orville-t, és talán nincs is jobb mód arra, hogy kiragadjuk ezt ebből a kontextusból, ha egy olyas valakivel beszélgetünk, aki gyakorlatilag bár szereti nagyon a Star Trek-et, de kissé még új neki ez az univerzum, de tudjuk róla, hogy látta az eddigi filmeket, mert a Kelvin filmek alapján beléjük szeretett. Milyen érdekes egyébként ez is. Bogdányi Titaniláról van szó, akitől elsőként azt kérdeztük, hogy mi a véleménye a karakteréről. Szerintem egy határozott, okos, talpra esett nő, kicsit így a háttérből tudja irányítani ő is így a dolgokat, és szerintem tök jól együttműködnek a MacFarlane karakterével. És róla mit gondolsz MacFarlane karakteréről? Jó, hát figyelj, én sokat nem láttam ugye bele, mert minket külön vettek, és ugye még nem volt lehetőségem megnézni így a sorozatot, tehát így annyira a karaktereket nem ismerem, de szerintem
Hát egyrésztről volt egy része, amiben nagyon ő volt, tehát nagyon szeret megfelelni, és nagyon-nagyon sokat nevettem azon a részen, de amúgy én azt gondoltam, hogy egy kicsit elvetemültebb lesz ez az egész. Egy kicsit én visszafogottabbnak gondolom most így. Arra számítottál pont Seth MacFarlane miatt, hogy sokkal, sokkal igen, nyersebb. Igen, én tökre úgy álltam ehhez a sorozathoz, hogy ez egy ilyen nagyon elvadult, poénokkal teli, nagyon elborult sorozat lesz, de ahogy láttam, meg ahogy így néztem a részeket, vagy hát amennyit láttam belőlük, tele van szívvel, lélekkel is, tehát, hogy tök jó üzenetek is vannak benne, és nem feltétlenül ment ebbe a teljesen elborult sitcom világba, hanem én úgy látom, hogy egy kicsikét ezért megpróbáltak üzenetet is tenni így bele, és ez tetszik. A Seth MacFarlane karakter, a Mercer kapitány az egyik epizódban, az első részben, az egyik beosztottnak engedélyezi, hogy üdítőt fogyasszon a hídon. Te be beleegyeznél első tisztként, vagy szigorúbban kormányoznád a hajót? Hát ez a jelenet pont nincs meg nekem. De nem tudom, én magam vagy a karakterem. Hát, hogyha első tiszt lenne egy ilyen hajón. Attól függ, mennyire szeretem azt, aki üdítőt akar inni. Melyik a legemlékezetesebb jelenet, ami így benned van? Hát nyilván azok közül, amikben te szerepelsz, hiszen azokat láttad mind. Megmondom őszintén, hogy nem is igazán jelenet nekem, az az egy rész, ami nekem nagyon tetszett, amin nagyon sokat nevettem, amikor a Darulio karaktere visszajön, és akkor ott elkezdenek versengeni, az a rész az úgy, ahogy volt, nagyon jó volt, és nagyon sokat nevettem rajta, azokon a liftes jelenetekkel, ott a zenével, meg a nem tudom, tehát az a rész az teli találat volt úgy, ahogy volt. Én inkább azt mondanám, azt a részt magát. Mennyire felismerhető számodra azok a mai világra vonatkoztatható üzenetek, amikre egyébként az előbb te is célhoztál? Igen, pont ezt mondtam, hogy abszolút szerintem így egy kis társadalom kritika és egyéb is elég rendesen szorult belé. Bár mondjuk ez tőle nem idegen, de itt sokkal jobban, most hát ilyen finomabb eszközökkel, de mégis ugye jobban kijönnek, mint akár egy nem tudom, ilyen Family Guy-ban. Ha jól láttam, akkor pont az utolsó részt rögzítettétek most, amiben Kelly kvázi egy ilyen kulturális fertőzést követel, tehát egy istenként tekintenek rá azon a bolygón. De hogy reagálnál erre, hogyha ilyen történik? Kiborulnál, vagy... Ez megint csak attól függ, hogy milyen bolygó és milyen társadalom, mert lehet, hogy egy részről örülnék is, bírnám is, és egy kicsit lubickolnék benne, de szerintem a legtöbb ember biztos, hogy így először azt mondaná, hogy hú, de jó, és élvezzük ki, mit lehet még így csinálni. Hát aztán persze attól függ, tehát ha azt látnám, hogy ilyen következményei vannak, mint itt is, akkor nyilván én is közbelépnék, és megpróbálnám helyrehozni a dolgokat. Várod a következő évadot? Na igen, én tökre szerettem ezt. Szerintem ez egy jó munka, könnyed, jó csinálni, szeretem ezt a lányt, jókat nevetünk közben, úgyhogy én szeretem ezt a munkát, abszolút. És majd, ha lesz időm, akkor megnézem egyben normálisan a sorozatot is, mert én amúgy is nagy sorozatfan vagyok, meg rengeteg sorozatot nézek, úgyhogy biztos, hogy megnézem. Térjünk most egy kicsit át általánosságban a science fiction világára. Mely sorozatok, milyen fajta sorozatok állnak hozzád közelebb, amik egy pozitív jövőképet festenek le, mint mondjuk a Star Trek, vagy meg mondjuk az Orville, vagy egy negatívabb, akár Star Wars, vagy mondhatom, hogy hát figyelj, ugye én most itt nem az utolsó előtti Star Warsban ugye voltam, szerepeltem, ugye én karakterét szinkronizáltam, nagyon jó volt, de megmondom őszintén, hát, ugye voltam emiatt Star Wars találkozom meg egy csomó ilyen helyen, és hát ilyen finoman, de azért kicsit csúnyán néztek rám, de azért így finoman elmondtam, hogy hát és nagyon sajnálom, de nekem a Star Trek filmek, az új Star Trek filmek közelebb állnak hozzám, mint a Star Wars. Sose voltam így megőrülve ilyen Star Wars őrületbe, de én szeretem a science fictionöket. Így a Star Trek hozzám közelebb áll, de nem is feltétlenül azért, mert hogy most pozitív vagy negatív világképet fest le, hanem egyszerűen nekem jobban tetszenek a sztorik, a karakterek. Két éve viszont végre szinkronizáltál Star Trekben is, mert ha bár rettentő sokat dolgozol, de eddig nem hallottunk benne, te voltál Jilla a mindenem túlba. Na hát azt is nagyon nagyon szerettem. Ezt jobban is szerettem, mint a menő. Ezt ne írjátok meg. Igen, ezt nagyon szeretem azt a karaktert. És az a vicces, hogy addig én nem is néztem Star Trek-et se, és akkor ugye ezt megnéztem annak a premierjét, és akkor így elöntött egy ilyen íző, hogy hú, ez de jó.
és az a lendülettel így megnéztem az összes Star Trek filmet, ami így kimaradt, és így rájöttem, hogy igen, hogy ez milyen jó, és sokkal közelebb áll hozzá, mint a Star Wars egyébként. Úgyhogy, igen, és tökre élveztem. Akkor követed a Star Trek Discovery-t és az új sorozatot? Nem, azt még nem, de szeretném, hiszen azt a lányt, aki a főszereplő benne, őt én szinkronizálom máshol, vagy másban én szinkronizáltam, úgyhogy nagyon remélem, hogy ha a szinkronra kerül a sor, akkor majd a rendező engem hív. Szonyaka Martin Greenről van ugye szó, az ő karakterét szinkronizáltad 4 évadon keresztül a Walking Deadben. Milyennek találod a színésznőt? Fú, én nagyon szeretem, de mondjuk én elfogult is vagyok szerintem, mert én hatalmas Walking Dead fan vagyok. Nagyon-nagyon nagy. Úgyhogy én nagyon örültem neki, bár egyébként először én nem az ő karakterét szerettem volna benne szinkronizálni, de hát nyilván ebben nincsen beleszólásunk. Én meg itt közelebb éreztem volna magamhoz, de én nagyon-nagyon megszerettem a Sashát, a karakterét is, és a színésznőt is. Tehát szerintem abszolút el tudom képzelni ebbe a Star Trek-es világban. De mégis mennyire menő lenne, ha tényleg végre megszólalna magyarul a Discovery, és Szonyaka Martin Green hangja Bogdányi Titanilla lenne, innen is üzenjük, reméljük, hogy így lesz. Mit gondolsz, milyen tapasztalatokkal gazdagodtál, hogy ott voltunk ezen a szinkron látogatáson? Remek tapasztalatokkal, Titanillával is, és Gáborral is, amikor beszélgettünk, akkor új nézőpontokat ismertem meg. És ugye az interjú előtt én ott fejeztem be, hogy nem tudok a Star Trek rajongói nézőpontomból kiszakadni, így viszont át tudtam élni azt, amit egy friss szem tapasztal akkor, amikor meglát egy ilyen sci-fi sorozatot, és ez számomra mindenképpen hasznos volt. Hát szóval ez volt az Orville, az első témánk a Parallaxisban, de ne menjetek sehova, mert hamarosan folytatjuk dr. Vince Miklóssal, az ELTE elméleti fizikai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársával, és milyen baromi ciki lesz, ha kiderül, hogy nem is ez a titulusa, de amíg kinyomozzuk, addig következik a Dave szerint az Impulzus podcastből a Star Trek eszenciájáról fog beszélni nekünk, majd elengedhetetlenül fontos információk következnek Marina Sirtisről, azaz Troy tanácsadóról, melyet Attila fog nektek prezentálni, utána pedig visszatérünk, és a hajtómű elméletekről fogunk beszélgetni itt a Parallaxisban. Tartsatok velünk! Impulzus meghajtással közeledik Dave a két lábon járó Star Trek lexikon. Jön a Dave szerint itt a Parallaxisban. Ha belegondolunk, idén már 52 éve, hogy bemutatták a sorozat első epizódját hivatalosan, 1960. szeptemberében. És fél évszázados örökséggel küzd, és dicsekszik is egyszerre egyidejűleg a sorozat. Nem is tudom, hogy a Dr. Who-t kivajdok itt leszámítva, hanem még ennél hosszabb hátterű sorozat, és ez automatikusan magán viseli a rajongóknak az elvárásait. Egész nemzedékek nőttek már fel a Star Trek-en. És mivel alapvetően science fiction sorozatról van szó, ami a jövőt vetíti előre, mindig az adott kornak az elvárásait mutatja be. Tehát ha tényleg az első sorozatot megnézzük, akkor ott az 1960-as éveknek a 2200-as évekre kivetített technológiai elvárásait mutatják be, míg egy új nemzedék sorozat, a TNG, az 1980-as években elvárt és idealizált jövőt mutatja be, akár technológia, akár társadalmi értelemben. Ugyanakkor az összes Star Trek sorozat Roddenberry univerzumában mozog, és mivel volt egy 20 éves virágkor, körülbelül 1986-tól, vagy 87-től, az új nemzedéktől kezdve, egészen az Enterprise sorozat végéig, 2005-ig, ez alatt a közel 20 éves időszak alatt élte a virágkorát a sorozat, ugyanakkor ekkor rögzült is az a világ, akár a technológiát, akár a dizájnt, díszlettervezést, vagy jelmezeket megjelenést illetően, technikai terminusokról nem is beszélve. Hát akkor rögzült a Star Treknek a lényege. Mindig azt mondjuk, hogy ezek a sorozatok, az új nemzedék, a Deep Space Nine vagy a Voyager hordozzák voltak éppen a Star Treknek az eszenciáját. Az eredeti sorozat már túl régi, öregecske. Az Enterprise az mindig egy mostra gyerek, sokan a Deep Space Nine-ra is ezt mondják. A legújabb sorozat pedig pláne kilóg a Star Trek világából. Akik az új sorozatot kritizálják, ugye róluk szoktuk mondani, hogy ők hardcore, ős rajongók, az ős fanok, akik az eredeti sorozaton nőttek fel, vagy itt például Magyarországon az
1990-es években találkoztak az eredeti sorozattal is, az új nemzedékkel is, az azt követő sorozatokkal is, és az ott bemutatott jövőképhez ragaszkodnak. Abban érzik jól magukat, és nem igazán szeretnének onnan kimozdulni. Pedig a Star Treknek a mindenkori, tehát az aktuális jelen által elképzelt jövőképet kellene bemutatni. A kiinduló pont a mostani Star Trekben, a mostani Star Trek Discovery sorozatban egy negatív társadalmi helyzet. Tehát van egy meglehetősen antidemokratikus, idegengyűlölő és háborúittas Amerika, és ebből kiindulva előveszünk egy szintén idegengyűlölettel és háborús harci szellemmel fűtött, a saját kultúrát védelmező, vagy éppen terjeszkedéstől félő, az asszimilációtól félő, egymással szemben álló feleket. Ezt a társadalmi hátteret, amiben ma élünk, ezt kivetítve, így már olyan mondani valót kapunk, ami tényleg elfelteti azt, hogy milyen technológiát ábrázol ez az új Star Trek sorozat. A másik oldalról pedig ez a sokak által nem igazán trekkesnek tartott Discovery sorozat minden eddiginél komolyabb tudományos háttereket vesz elő. Az űrrepülés, a helyváltoztás új módját fedezi fel ez a hajó, és ennek az alapját voltak éppen egy ma is élő kortárs amerikai tudósnak, Dr. Paul Stamets-nek, egy mikológus gombaszakértő tudós, az képezi. Gyakorlatilag ő a gombafonalak, a micéliumok hálózatát tanulmányozza, amik nagyon összetettek és nagyon nagy sűrűségűek, sőt a különböző növényfajok közötti kapcsolatot is biztosítják, egyfajta természetes internetként működnek. Ugyanakkor az a micélium szövedék, vagy az adatkapcsolat, amit ugye a sorozatban egyfajta idegi kapcsolatként, illetőleg a biológiai és a fizikai valóság közötti kapcsolatként jelenik meg, és ezáltal ugye egy nagyon hatékony navigáció tesz lehetővé az űrben. Ez gyakorlatilag már ugye a gombafonalak szintjén is létezik, tehát jelen való létező biológiai jelenség. És nagyon izgalmas, hogy a új sorozat minden korábbi sorozatnál jobban utána jár egy konkrét jelenségnek, amit szeretne ábrázolni. Míg a korábbi sorozatokról azt mondhatjuk el, hogy egy-egy teória, transzporter, a fegyverek, energiapajzsok, a holofedélzet, azok voltak éppen csak a Star Trek világán belül állják meg igazán magukat, és így 50 éves háttérrel már gyakorlatilag önmagukat igazolják. Tehát nem kívül veszik az igazolást, hiszen még ma is gyerekcipőben jár mondjuk a transportálás, gyakorlatilag részecske állapotokat tudunk átvinni, igaz már azt elég nagy távolságra, de ki tudja, hogy mi lesz pár száz év múlva. Lehet, hogy sokkal előbbre fogunk haladni. Ugye ez a technológiai szingularitás, amit ugye megélünk, hogy egyre kevésbé tudjuk megjósolni, milyen lesz a jövő 15-20 év múlva, nem még, hogy 300 év múlva. Vagyis amikor Roddenberry az 1960-as évben elképzelt egy utopisztikus társadalmat, ahol a technológia gyakorlatilag minden problémára megoldást nyújt, az megfelelt az 1960-as évek elképzeléseinek. Ha ezek a technológiai tendenciák ilyen ütemben mennek tovább, hogy már meg sem tudjuk jósolni, hogy milyen lesz a fejlődés, akkor egyre kevésbé lesz könnyű egy Star Trek sorozatot készíteni, és azt mondani, hogy ilyen lesz a jövő majd a 2200-as években. Tehát újra és újra update-helnünk kell, akár például a Kirk előtti időszakot is. Ezért nagyon izgalmas, hogy igazán veszik a merészséget a mostani sorozat alkotó is, hogy ők igenis, hogy bevállalják, hogy a mai néző elvárásoknak megfelelően ábrázolják az eredeti sorozat előtt néhány évvel ezelőtti időszakot. Ilyen módon nagyon sok rajongónak a kritikáját is kivívja, ugyanakkor Star Trek az mindig is Star Trek. Mindig is a Star Trek-en belül voltak ugye azok a szent grálok, amiket ugye a Star Trek-en belül alapvetőnek és önmagától értetődőnek mondunk. Míg ha kívülről tekintjük, akkor ez óriási inspiráció például tudósok számára, de nem jelenthet igazolást. De a Star Trek univerzuma a Star Trek-en belül érvényes és működik. Ugyanakkor az, hogy a Star Trek most kilép és ilyen merész, akár dramaturgiai úton, akár például a technológiai megalapozásban ilyen merész lépéseket tesz, hogy egy ma élő tudóst is segítségül hív, és az ő elméletét egy-két fokkal persze továbbfejlesztve beteszi a sorozatba, és teljesen új hajtóműnek az alapját képezi. A néző sokkal jobban realisztikusabbnak érzi a sorozatot, és érzi, hogy itt nagy lelkesedéssel építik fel azt az univerzumot, hogy építik tovább, amit Star Trek-ként ismerünk. Szokásos rajongói megközelítésen túl, amikor a Star Trek-et a Star Trek-hez próbáljuk mérni és hasonlítani, tovább kell lépnünk, és ahogy ez az új sorozat is megpróbál tovább lépni, és sokkal nyitottabb lenni, egy sokkal merészebb jövőképet bemutatni. Gyakorlatilag a mai korban ez elvárt, hiszen lehetséges, hogy teljesen más irányba fog menni amúgy a jövő. Amikor ugye arról beszélünk, hogy mi a igazi Star Trek, vagy mikor realisztikus a Star Trek, azt hiszem, hogy mindig is az lesz a feladata, hogy mindig mutasson fel egy alternatívát, akár társadalmi, morális, emberek közötti kapcsolatok kérdéseiben, de technológiában is mutasson, legyen innovatív, merjen a saját világából is kitörni, és inspiráljon újra és újra embereket, akik majd talán csodálatosabb és fantasztikusabb jövőt teremtenek ezáltal.
Kommunikációs csatorna nyitva. Nélkülözhetetlen információk érkeznek Marina Sirtisről. Az Impulzus Podcast házi Diana Troy felelőse, a színésznő munkásságát hosszú idő óta nyomon követő Attila következik. Sirtis percek, itt a Parallaxisban. Mindannyiunk által ismert és kedvelt Diana Troy tanácsadónak a megszemélyisítőjéről hozok itt nektek egy pár híreket. Neki is természetesen, mint a legtöbb ma is aktív színésznek, szilveszter után azért ismét a dolgos hétköznapok jutnak részére. Már január 7-én New Jersey-be volt egy rendezvényen, ahol a New Jersey állami filharmonikus zenekar Star Trek és más sci-fi-knek a zenéjéből adtak elő. Ő volt az egyik díszvendég, ő konferálta fel tulajdonképpen a különböző számokat, mindenki nagy örömére, kivéve egy dolog, amit egyébként a Twitteren sokan elkezdtek számon kéni rajta, hogy nem énekelt. De ő tényleg erre az egyre nem hajlandó énekelni, nem énekel. Mindenki ott jól érezte magát, tényleg nem csak Star Trek rajongók, hanem Star Wars rajongók is, szépen nagy békésen ott együtt fotózkodtak minden, úgyhogy egy nagyon, nagyon jó hangulatú kétnapos rendezvényt lehetett. Következő hétvégén már Miami-ba találhattuk őt is, meg még másokat is, például Terry Farrellt, a DS9-ból Jadzia Daxot, Paradise City Comic-Conon, tényleg egyébként meg is egyezték, hogy ők olyan 10 percre laknak egymástól, de ahhoz tényleg Miami-ba kell eljönni, hogy találkozzanak. Vagyis hát, mint látható, akkor Los Angeles elég nagy város ahhoz, hogy akkor a két pontja között a legrövidebb út az Miami-n keresztül vezet. Sajnos a idén a Star Trek hajóra ő már nem fért fel, de szerencsére mindenkit megnyugtatott, hogy a jövőre, januárban ő is ott lesz. Február 2-án, 4-én Southamptonban, Angliában lesz egy nagy kon. Ez még egyelőre sajnos még kétesélyes, hogy megjelenik-e ezen a rendezvényen, mert nagy örömmel jelentette be a hónap közepén, hogy igen, ő ott lesz, de még ugyanaznap kitett a Twitter oldalára, hogy hú, valószínűleg nem lesz ott. Én nem kell azért annyira szomorkodni, mert mondjuk bárhol feltűhet Európában. Mindig azt mondja egyébként Twitteren, ha mondjuk bárki megkérdez, hogy ilyen sci-fi vagy más tematikájú rendezvényre meg kell jelenni, hogy esetleg vállalja, mindig azt mondja, ha hívnak, akkor megyek. Tehát nem lehet tudni, hogy most hol találjuk, akár Magyarországon is feltűnhet. A Parallax is visszatért. Csatorna nyitva. És itt vagyunk második témánkkal, elhoztuk nektek dr. Vince Miklóst, az ELTE elméleti fizikai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársát, akivel a térhajtómű mellett megvizsgáljuk a Star Trek Discovery-ben megismert spóra alapú meghajtást, illetve a The Orville-ben látott kvantumhajtóművet is. Szia Miklós! Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat is! MTA ELTE elméleti fizikai kutatócsoportnak vagyok a tagja. Ezt sajnos ki kell javítanunk minden alkalommal, úgyhogy ezt most megtettem. Miklós, hogyha a hallgatóknak röviden össze kéne foglalni, hogy mi a térhajtómű mögött álló elméletnek a lényege, akkor hogyan mondanád el saját szavaiddal? Jól érzem, hogy itt tulajdonképpen az ilyen meghajtással működő hajók nem változtatnak helyzetet, hanem valahogy a térnek a pozíciója az, ami mozgásban van. Hát igen, az eredeti Star Trek, Gene Roddenberry féle eredeti Star Trek az egyébként több interpretációt is lehetővé tesz. Tehát tulajdonképpen az, hogy mi is ez a térhajtó, mi arra nagyon sokáig egyszerűen az volt a mondás, hogy itt tulajdonképpen az történik, hogy valamilyen módon, ami az eredeti sorozat legelején egy nukleáris energiaforrás, aztán a későbbi verziókban már anyag-antianyag egyesülés, szóval valamilyen módon egy óriási energiakoncentráció jön létre, és hát a régebbi interpretációi ennek azok úgy szóltak, ami teljesen összhangban van az általános relativitás elmélettel, hogy itt tulajdonképpen megörbíti maga körül a téridőt az űrhajó, ugye maga az elnevezés warp drive, angolul az erre utal, hogy itt meggyűri a téridőt. Tehát a régebbi interpretáció szerint itt keletkezne tulajdonképpen egy úgynevezett Einstein-Rosen híd, vagyis egy féregjárat, ami lehetővé teszi azt, hogy az univerzumnak távoli pontjai között tudjanak közlekedni, tehát tulajdonképpen, ahogy tetszik, a hipertéren keresztül tudnak közlekedni. Hát tulajdonképpen ez volt a szokásos interpretációja ennek az egésznek, egészen addig, amíg a 90-es években egyébként éppen a Star Trek által inspirálva
egy mexikói fizikus, akit úgy hívtak, hogy Alcubierre, el nem gondolkozott azon, hogy hogyan lehetne másképpen csinálni egy ilyen Star Trek-szerű hajtóművet. Na és ez már a másik interpretációja a történetnek. Ő azt találta egyébként egy kicsit egzotikus fizikával, amire majd később kitérünk, ő azt találta, hogy egy olyan fajta energia eloszlást kell létrehozni az űrhajó körül, ami tulajdonképpen csinál egyfajta buborékot, ami az űrhajó előtt összegyűri a téridőt, úgyhogy összenyomja, még az űrhajó mögött kitágítja. És ezzel lehetővé teszi azt, hogy effektíve a fénysebességnél gyorsabban mozogjon a térhez képest, anélkül, hogy sérteni a relativitás elméletet, hiszen nem az űrhajó, mint anyaggal rendelkező test mozog akkor gyorsabban, mint a fény, hiszen ezt ugye tiltja a relativitás elmélet, hanem az történik, hogy a téridő gyűri be úgy, hogy közben maga alá gyűri a téridő egy részét, és így kerül előrébb. Miközben a tér adott pontjához képest a sebessége lassabb a fénysebességnél. Tehát nagyon fontos, hogy itt az az ötlet, hogy a relativitás elmélet arra ad egy felső korlátot, hogy anyaggal rendelkező, vagyis tömeggel rendelkező testek nem érhetik el a fénysebességet. No, pláne annál nagyobb sebességet. De arra nem ad korlátot egyáltalán, hogy maga a térnek az összenyomódása milyen gyorsan történhet meg. És tudjuk, hogy az univerzum keletkezésekor, amikor gyorsulva tágult a világegyetem, maga az univerzum gyorsabban tágult, mint a fénysebesség. Tehát ez lehetséges. Tehát az csak az univerzumban levő anyagot köti meg ez a fény, mint ilyen határsebesség, de magát az univerzum szövedékét azt nem. Úgyhogy ha azt be tudnánk magunk alá gyűrni gyorsabban, akkor ilyen módon előre lehetne haladni. Hát ez az ötlet, ezzel vannak nehézségek, de hát röviden talán így foglalnám össze. És azt hiszem, hogy amire te utalsz, az most ez az újabb fajta interpretáció, amit mondom, a 90-es években jelent meg, és a 2010-es években már a NASA is elkezdett foglalkozni az ötlettel, szóval ez itt komolyodik. Említetted te is a szubteret, a hiperteret, ezt sok science fictionben halljuk. Ez gyakorlatilag ugyanarról van, szóval a szubtér egyenlő hipertérrel? Én azt gondolom, igen, persze science fiction válogatja, hogy melyik elnevezés használatos. Amennyire én látom, ez ugyanaz. Tehát itt az az alapötlet, hogy azt tudjuk, hogy mi egy univerzumban élünk, hogy itt a hétköznap azt tapasztaljuk, hogy a térbeli dimenziók száma az 3. Tehát előre, hátra tudunk menni, meg jobbra, balra, meg föl, meg le. Ez 3. Na most ugyanakkor mégis az a kérdés, hogy van-e az univerzumnak valamiféle negyedik, vagy akár többedik dimenziója? Hát képzeljétek el, hogy vannak olyan részecske fizikai elméletek, például Hoore elméletek, amik akkor adnak értékelhető megoldást, hogyha azt mondjuk, hogy az univerzum 26 dimenziós. Tehát ilyen is van. Na most kérdés az, hogy mit jelent ez, és hát ha ott van az a dimenzió, az a plusz dimenzió, azt miért nem látjuk? Ez a nagy kérdés. És erre általában az a válasz, hogy az univerzumot kb. Úgy kell elképzelni ilyen szempontból, mint egyfajta papírlapot, ami természetesen egy háromdimenziós objektum, tehát ha mi ezt nagyon komolyan elképzelünk egy papírlapot, akkor azt kell mondanunk, hogy az egy téglatest, de ugye tudjuk, hogy az egyik irányba a kiterjedése az például az sokkal kisebb, mint a másik két irányba, tehát a rajta mászkáló hangya számára ez az egész, ez tulajdonképpen egy sík felületnek tekintendő. Tehát tulajdonképpen az az állítás, hogy az univerzumban is lehetnek rengeteg dimenziók, csak ezek pici helyre össze vannak gyűrve. És nagyon fontos még hangsúlyozni a hallgatóknak, hogy itt most, amikor dimenziókról beszélünk, itt a térdimenziókról beszélünk, tehát ez nem azonos azzal, amit szoktak mondani, hogy az idő a negyedik dimenzió, hát ezt is lehet mondani, de most határozottan nem arról beszélünk, és az idő az semmiképp sem a hipertér. Azt szokták mondani például azért szemléletes dolog, hogy az univerzum az például úgy tágul, mintha felfújnánk egy lufit. És mi azért látjuk azt, hogy tőlünk távolodik mindenki, ugye mintha mi lennénk a tágulás középpontja, úgy tűnhet, de valójában arról van szó, hogy mi csak egy pont vagyunk a lufi felületén, és egy lufira filctollal felrajzolunk pontokat, és beülünk bármelyik pontba, akkor bármelyik pontból úgy tűnik, hogy mindenki tőlünk távolodik, szóval ebben nincs ellentmondás. De kérdés az, hogy oké, de mibe tágul ez a lufi? Ugye hát a kétdimenziós lufi felület, a mi példánkban az a háromdimenziós térbe tágul bele, de mi felel meg ennek a körülvevő térnek a valós univerzumban, és hát akkor ez lenne maga a negyedik dimenzió. Aminek nagyon érdekes egyébként, hogy éppen a közelmúltban történt először egy olyan fizikai kísérlet végrehajtása, ami egyébként egy teljesen más problémában, egészen konkrétan topologikus szigetelő vizsgálat, akkor a kvantum Hall effektus tanulmányozása során, tehát ez
az nem asztrofizika, meg semmi ilyesmi, az tulajdonképpen inkább szilárd testfizikának tekinthető, tehát ennek több közel van például a számítógépes csippekkel való foglalkozáshoz, mint az űrutazáshoz, de mégis először sikerült megfigyelni egy olyan jelenséget, amiben most nem mennék bele, hogy micsoda, de először sikerült olyan jelenséget megfigyelni, amit úgy lehet kizárólag megmagyarázni, hogyha azt mondjuk, hogy van egy negyedik térdimenzió is. Tehát úgy tűnik, hogy ez mindenképpen a fizikai valóság része, persze a valóságban még nem nagyon tudjuk, hogy hogyan megyünk oda be. Háromdimenziós lényként meg persze egyáltalán nem tudjuk elképzelni. De az biztos, hogy ezek az emlegetett módszerek, amiket emlegettünk, például a warp drive-val kapcsolatban, például a féreglyukak, amit a klasszikus elmélet kapcsán emlegettem, ez a féregjárat, vagy magasztosabb nevén Einstein-Rosen híd, ez tulajdonképpen szintén majdnem minden science fictionben előfordul. Minden amerikai filmben van egy ilyen jelenet körülbelül, amikor van egy ember, aki elővesz egy papírt meg egy ceruzát, és akkor azt mondja, hogy most ezt a papírt itt félbehajtom, és akkor átdöföm a ceruzával, és hogyha így megyek, akkor sokkal gyorsabban átjutok a túloldalra, mint hogyha végig mennék a papír mentén. Hát ezt tudná elvileg egy görbült téridőben egy ilyen Einstein-Rosen híd. Amivel persze vannak mindenféle elméleti problémák is. Tehát annak ellenére, hogy az általános relativitás elmélet matematikájával összeférhető az ilyenek létezése, azért ez nagyon komoly gondokat vet föl. Szóval korán sem biztos, hogy ilyet tényleg lehet csinálni, és az egész warp drive ötlettel kapcsolatban azt szokták fölvetni, hogy minden remek, csak ez még csak matek, és az, hogy valami az Einstein egyenleteit meg tudja oldani, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy ténylegesen létezik is. Tegyük fel azt, hogy létezik a térhajtómű, és tegyük fel azt, hogy mondjuk más idegen civilizációk ezt használják már. Ebben az esetben nem lenne ennek valamiféle nyoma? Most gondolok itt olyanra, amint mondjuk a gravitációs hullámok, amiket ugye nemrég a LIGO kutatói végre tudtak érzékelni már másodjára is. Tehát, hogy valami olyan nyomot nem hagyna a térhajtómű használata az űrben mérhető, megfigyelhető jelenséget, amiből következtethetnénk egyébként, mondjuk arra, hogy valaki az űrben térhajtóművet használ? Mindenképpen következtethetnénk elméletileg. Ugyanis tényleg nagyon jó példa a gravitációs hullámok esete, hiszen a gravitációs hullám, amikor áthalad például a Földön, az pontosan úgy érzékeli az emlegetett LIGO, hogy a téridőben történnek ilyen torzulások, tehát tulajdonképpen kitágul, összehúzódik maga a téridő szövedéke. Amit úgy detektálunk, hogy van kettő darab tükör egy nagy interferométerben, és az ő távolságuk változik. De nem azért változik, mert a tükröket bármi odébb viszi, mert a méterrút hossza is változik, mert az egész tér maga tágul, meg szűkül össze periódikusan. Ez a gravitációs hullám. Most ez tökéletesen hasonlít arra, amit, ahogy elmondtunk, ez a warp drive csinálna, hiszen ő, mondtuk, maga előtt összenyomná hát a mögött, meg kitágítaná a téridőt. Tehát ezt ilyen módon pontosan a LIGO-val kéne tudnunk észlelni, ha elég közel történik. De itt megint kérdések az energiák. Most megbecsülték egyébként, nem vállalom ezekért a számításokért a felelősséget, de megbecsülték, hogy amikor egy ilyen 1-2 warpnyi sebesség felgyorsulására berendezkedne az Enterprise, akkor ahhoz mennyi energia kéne, és akkor az jött ki, hogy ugye ott annyi energia szabadul, bármit is csináljon a warp drive, azt tudjuk, hogy annyi energia szabadul föl, amennyi ahhoz a mennyiségű anyag-antianyag annihilációhoz kell, amit a sorozatból tudunk, hogy elvileg történik. Hiszen még egyszer ne felejtsük el, hogy bárhogy is működik ez a warp drive, de azt tudjuk a filmből, hogy ez anyag-antianyag egyesítésével történik, és aztán valami nem létező dilitium nevű anyaggal lesz ebből aztán az a kontrollált energia, ami lehetővé teszi a warp drive működését, azt pontosan tudjuk, hogy vannak neki anyag-antianyag tartálykái. Na most, hogy előidézzék a megfelelő téridőgörbületet, az az állítás, hogy ehhez körülbelül akkora anyagtömeget kell annihilálni, mint a Jupiter tömege. Az azért nagy. De most már vannak újabb számítások, most már éppen az Alcubierre, ez a fizikus, ez a mexikói, akit emlegettünk, mert ő előjött azzal, hogy most már talán elég csak egy holdnyi tömeget átkonvertálni. Tehát a konverzió az azt jelenti tényleg, hogy egyenlő MC négyzet, tehát tulajdonképpen arról
arról van szó, az anyag-antianyag annihilációja során, hogy végső soron a tömeg majdnem teljes egészében átalakul, hát energiává, más néven fényjé tulajdonképpen. Azért ez nem teljesen igaz, de mondjuk leegyszerűsítve ezt lehet mondani. Na most, hogyha ténylegesen felhasználnánk egy Jupiter tömegnyi valamit, akkor azt lehet, hogy még nem érzékelni a LIGO. Ezt akarom csak mondani, mert a mostani események, amiket detektálnak ezzel a LIGO-val, azok fekete lyukak összeolvadásai, illetve neutroncsillagok összeolvadásai, vagy neutroncsillagok és fekete lyukak összeolvadásai. Na most itt minden esetben sok-sok nap tömegnyi energia alakul át gravitációs hulláma, és azt tudjuk érzékelni. Na most bármit csinál ez a warp drive, de ha csak egy Jupiter tömegnyi energiát alakít át téridő torzulássá, és elég messze van, tehát itt azért azt kell gondolni, hogy ez nem ebben a galaxisban van, hanem mondjuk akár az Andromeda körben, ami 2 millió fényévnyire van tőlünk, azt már mi nem tudnánk látni. Na most egy másik érdekes, és ez már régebb óta felmerült kérdés viszont, ez aranyos dolog, persze nem kell túl komolyan venni, hogy az anyag-antianyag rendszerű hajtóművek esetén, ugye mondtuk, hogy óhatatlanul óriási mennyiségű fotonsugárzás, vagyis fény keletkezik. Most a nagy energiájú foton, azt persze nem látjuk a szemünkkel, hanem az gamma sugárzás formájában jelenik meg, a nagy energiájú fény, azt tulajdonképpen a gamma, csak nem látjuk. És vannak az űrben ilyen dolgok, hogy gamma felvillanások. Hirtelen felvillan nagyon messze egy pontszerű forrás, ahonnan nagy energiájú fény érkezik, és hát persze rengeteg asztrofizikai magyarázat van, hogy ezeknek mi az oka. Éppen az emlegetett fekete lyuk összeütközések például lehetnek ilyenek. De még emlékszem, hogy a 90-es években nem is annyira komolytalanul felmerült konferenciákon, hogy mi van, hogyha ez éppen annak a nyoma, hogy valaki begyújtotta az anyag-antianyag hajtóművét valahol messze. Tehát azt például lehetne látni. Az egyik Star Trek az új nemzedék epizódban felmerült az, hogy a térhajtómű az károsíthatja a teret. Előfordulhat, hogy veszélyes lehet ilyen szempontból ez a meghajtás, tehát végül is itt gyűrögetjük jobbra-balra a téridőnek a szövetét. Az anyaghoz hasonlóan elképzelhető, hogy a mechanikában tapasztalható folyamatoknak megfelelően egy kifáradás jöjjön létre, mondjuk. Tehetünk visszafordíthatatlan kárt? Én azt gondolom, hogy nem, de hát megint csak itt aztán nagyon sok múlik azon, hogy mi a helyzet a kvantumgravitáció jelenleg még nem létező elméletével. Ugye a kvantumgravitáció arról szól, hogy pontosan az ilyen esetekben, amikor például egy Einstein-Rosen híd vagy egy fekete lyuk esete, ahol a téridő görbülete olyan picit tartományt is érint, ahol már a kvantumfizika törvényei is érvényesek, kettőt hogy lehet összeegyeztetni? Hát, itt abban még az is beleférhet, hogy tényleg el lehet szakítani a téridőt, de van az egészszel úgy általában egy nagyon nagyobb baj, és ez tulajdonképpen az úgynevezett kronológia védelmi elvvel kapcsolatos. Ezt egyébként Kip Thorne, aki tavaly kapott Nobel-díjat a gravitációs hullámokért, de ez sokkal régebben vezette le ezt a gondolatkísérletet, hogy tulajdonképpen, hogyha valaki akár a téridőgyűrögetős módszert, amit ez a mexikói barátunk az Alcubierre javasolt, akár a hagyományos féreglyukas módszert használja, óhatatlanul is létrehoz időparadoxonokat. A Kip Thorne gondolatkísérlete az például így volt, hogy képzeljük el egy ilyen féreglyukat, aminek az egyik szája ott van a Kip Thorne nappaliában, a professzor nappaliában, a másik pedig a kertben álló űrhajóban van. És a kertben álló űrhajóban a Kip Thorne felesége Caroli elindul egy kisebb űrutazásra, mégpedig olyan űrutazásra, ami hát ugye egy rendes, klasszikus űrutazásra, ami nem lépi át a fénysebességet, de azért gyorsan megy, mondjuk a fénysebesség felével. Mindjárt elvileg lehet csinálni. Szóval elszáll ezzel, de a féreglyukon keresztül ők valós idejű kapcsolatban vannak. Tehát a Kip Thorne bekukucskál az a nappali, akkor ő látja, hogy mi van a feleséggel, aki közben repül az űrhajóval. Na most unásig ismeritek, és a hallgatóság is bizonyára rengeteget hallotta az Iker paradoxonokról, amik azzal kapcsolatosak,
hogyha van egy iker pár, akinek az egyik tagja elmegy félsebességhez közeli sebességgel egy utazásra, és aztán visszafordul és visszajön a testvéréhez, akkor a speciális relativitás elmélet következményeként az egyik a Földön maradt, az már nagyon megöregedett, másik számára csak mit tudom én, csak néhány év telt el. Mert hogy ugye az, hogy milyen sebességgel múlik úgymond az idő, az attól is függ, hogy osztatási rendszerből nézzük, és hogy az a rendszer milyen gyorsan mozog, illetve hogyan vált a vonatkoztatási rendszerek között. Na most akkor, hogyha a Kip Thorne bele tud kukucskálni a fekete lyuk, a féreg lyukon, és látja a feleségét valós időben, akkor azt is látja előbb, hogy a feleség azután visszaszáll a gyepre az űrhajóval, és akkor látja saját magát kívülről a Kip Thorne, pedig az, és hogyha ő kimegy, benéz a fekete lyukon, és látja, hogy a feleség már leszállt, és akkor kimegy a házból, hogy üdvözölje, de még nincs ott senki. Hiszen az ő vonatkoztatási rendjében az űrhajó még nem ért vissza. Tehát ez például egy ikerparadoxon, súlyos bajok vannak, így fordulhatna elő például az, hogy az ember lelövi a saját nagypapáját, és meg se szedik, tehát itt azért lehetnének dolgok. És hát természetesen ezekkel van baj. Most ez vagy a fizikai realitás részét képezi, vagy nem. De hogyha az utóbbi van, azért tűnik úgy, hogy ez nem lehet reális, mert keveset tudunk az univerzumról, az biztos, de az tény, hogy azt úgy gondolhatjuk az eddigi tapasztalatunk alapján, hogy érvény okság elve. Tehát okok és okozatok. Tehát az okozat nem előzheti meg az okot. És hogyha kimondjuk, ezt kronológia védelmi elvnek hívják, kimondjuk, hogy már pedig nem fordulhat elő olyan helyzet, hogy az okozat megelőzi az okot, és minden olyan matematikai megoldást, ami közvetve erre vezetne, arra azt mondjuk, hogy ilyen nincs, akkor bizony ilyen Einstein-Rosen hidat nem lehet építeni. Ez nagyon hasonlít ahhoz egyébként, mint amikor az örök mozgókat akartak építeni mindenképpen a 19. században, meg hát már korábban is, de hát addigra ugye hát kiderült, hogy ilyet nem lehet építeni, és egyszerűen csak tulajdonképpen még a statisztikus fizikai megalapozása előtt kimondásra került az, hogy már pedig örök mozgót nem lehet építeni, pont. Most a kronológiai védelmi elv értelmében lehet, hogy ki lehetne mondanunk azt, hogy már pedig időgép nem építhető, pont. Na persze, ezzel én például nagyon nem örülnék ennek, ha ez így lenne, hát azért tök jó lenne időgépezni, de azt azonnal látnunk kell, hogy bármit is csinál ez a warp drive, ez lehetővé teszi az ilyen időparadoxonok megjelenését, hiszen azzal, hogy begyűri maga előtt a téridőt, ezért ilyen módon effektíve a térhez képest gyorsabban jut el egy pontból egy másik pontba, mint a fénysebesség, vagyis az előbb emlegetett paradoxonoknak tágteret nyit. És ez baj. És az a várakozás a kvantumgravitációval kapcsolatban, a kvantumgravitáció még nem létező elméletével kapcsolatban, hogyha ez a kronológiai védelmi elv ez indokolt, akkor az magától kijöjjön. Tehát, hogy például hogy néz ki ez a gyakorlatban, einsteini elmélet szerint lehetséges ilyen féregjáratokat létrehozni, de az einsteini elmélet még nem teljes, és ez a várakozás, hogyha meg lesz a kvantumgravitáció, akkor sajnos ki fog derülni, hogy azzal már nem összeegyeztethető ez a megoldás. De mondjuk ez elég lehangoló forgatókönyvére, én azért még bizakodok. De a warp drive-val kapcsolatban mindenképpen vannak még érdekességek. Akkor is, hogyha nem kell hozzá ilyen Einstein-Rosen híd. Ugyanis, hogyha visszatérünk erre az Alcubierre féle megoldáshoz, vagyis hogy begyűri maga előtt a téridőt, és kitágítja maga előtt, és ilyen módon gyakorlatilag nem halad a téridőhöz képest gyorsabban, mint a fény, csak, idézőjelben, csak egyszerűen maga alá gyűri a teret, és azt meg lehet tenni gyorsabban, mint a fénysebesség. Na oké, de hogyan lehet ezt? Fordított gondolatmenettel indult el a fickó, megnézte, hogy milyen fajta téridő torzulás kell ahhoz, hogy ilyen módon tudjon közlekedni ez az űrhajó. És akkor elmondta ezt. Elején összenyomja, a háta mögött kitágítja a teret. Oké. Na és akkor visszafele számolva az általános relativitás elmélet egyenleteiből, oké, mi az az energia eloszlás, ami ilyet tud eredményezni? Ugye tudjátok, egyébként ez egy kis kitérő, hogy az általános relativitás elméletben az van, hogy a tömeggel rendelkező testek meggörbítik maguk körül a téridőt. Például a nap, például egy fekete lyuk, vagy akár a Föld. Ezt tudjuk. Azt is tudjuk egyébként, ez már nem annyira nyilvánvaló, hogy nem csak a tömeg görbíti, hanem az energia is, hiszen a tömeg az energiával valamilyen módon egyenértékű. Tehát, hogyha például mozgási energiát vagy forgási energiát tudunk egy kis helyre koncentrálni,
az is létre tud hozni egy téridő görbületet. Tehát például amiatt, az már mérési tapasztalati tény, hogy amiatt, hogy a Föld forog, amiatt egy kicsit máshogy görbíti a téridőt, mintha nem forogna. Ezt már ki lehetett mérni. Tehát ezek tények, tehát hogyha egyszerűen egy búgócsiga azzal, hogy forog, azzal jobban meggörbíti maga körül a téridőt, mintha csak egy álló búgócsiga lenne, csak hát ezek persze pici effektusok. Na jó, tehát hogy tömeggel, meg mozgással, forgással meg lehet görbíteni a téridőt. Az a baj, hogy az Alcubierre-féle warp drive-hoz az kellene, hogy negatív energia sűrűség jöjjön létre. Tehát mondom, visszaszámolva az Einstein-i egyenletekből, kiszámolt, hogy milyen fajta energiaelosztás kell, és az jött ki, hogy negatív energia kéne. Hát ez baj. Ugyanis negatív energiát jelenleg nem nagyon tudunk csinálni, főleg ilyen nagy mértékben. Miről van szó? Hát arról van szó, hogy egyrészt emlegettük a mozgást. Például a gimiben megtanuljuk, Newtonnál legalábbis úgy van, hogy a mozgási energia 1/2 mv négyzet, tehát a tömegnek a fele, szorozva a sebesség négyzetével. Most az világos, hogy a sebesség négyzete az mindenképp pozitív, akkor is a sebesség negatív. Úgyhogy például a mozgási energia csak akkor lehetne negatív, hogyha negatív a tömeg. Ugyanez érvényes a tömeghez járuló energiával is, az E egyenlő mc négyzet Einsteini képletéből is az jön ki, hogy csak akkor lehet negatív a tömeg, hogyha az M negatív, vagyis a tömeg negatív. A negatív tömegű anyagot nem ismerünk. Tehát az lenne a legjobb, hogyha olyan fajta ilyen egzotikus anyagot lehetne alkalmazni, olyan fajta egzotikus anyagot lehetne létrehozni, ami negatívan görbíti a téridőt. Ez mit jelent? Tehát tulajdonképpen azt jelenti, hogy a téridőt azt úgy szokás elképzelni, mint egy gumilepedőt, amire ráteszünk mondjuk egy golyót, és akkor az ott lenyomja maga körül a téridőt. Ugye ez a szokásos hasonlat. Na, ehhez képest a negatív energiasűrűség az az lenne, hogyha egy fölfele húposodó hupli lenne a téridő. Na, ehhez kellene a negatív energiasűrűség. Hát ilyet egyelőre nem tudunk. Elképzelhetőek olyan fizikai elméletek, amikből kijönnek negatív tömegű hipotetikus részecskék, de tény, hogy ilyet még senki nem látott. Szóval itt azért vannak problémák még egyelőre, de azt minden esetre el lehet mondani, hogy az ötlet az jelenleg még ebben a formájában semmilyen igazolt fizikai elméletet nem sért. Igaz, hogy sok minden kéne hozzá, elsősorban kéne negatív energiasűrűség. Hogy igazából felrek legyünk, egyébként azt el lehet mondani, hogy piciben lehet csinálni negatív energiasűrűséget, mert éppen a kvantum mechanika következményeképpen. A vákumnak is fluktuál az energiája, képzeljétek el. Tehát a vákum, amiben nincs semmi, ott is az van, hogy nagyon pici ingadozások vannak az üres tér energiájában. És emiatt áll elő például a Kazimír effektus. A Kazimír effektus az azt jelenti, hogy tulajdonképpen, hogyha két darab fém lemezt közel raknátok egymáshoz, akkor elvileg, még akkor is, ha nem lenne neki gravitációs vonzásuk, ők elkezdenének egymás felé közeledni azért, mert az üres térben tulajdonképpen néha esetenként negatív energia áll elő, és amiatt az tulajdonképpen az egy negatív nyomásként működik, kvázi, ami így összehúzna két fémlemezt. Ez egy kimért effektus, de ez nagyon piciben kell elképzelni. Szóval az a baj, hogy ezt nagyon nehéz lenne fölskálázni ilyen űrhajónyi méretekre, tehát itt nem csak az van, hogy egy pici negatív energiasűrűség kell, hanem nagyon nagy és tartósan fennálló és koncentrált energiasűrűség, na hát ehhez kéne a negatív tömegű egzotikus anyag. Úgyhogy erre még azért várni kell. Úgy gondolom, hogy évszázadok kérdése, hogyha ezt meg lehet csinálni, akkor valósággal váljon, de akkor visszakanyarodhatunk persze megint a jogos kérdéshez, hogyha ezt egyáltalán elvileg meg lehet csinálni, akkor egy szupercivilizáció miért nem csinálta meg? És hol vannak? És miért nem látjuk? Hát, ezek érdekes kérdések. Az Orville című sorozatban egy másik meghajtó technológia jelenik meg, a kvantum meghajtás. Közelebb kerülhetünk-e ennek a megvalósításához? Mi a különbség a warp drive és a kvantum meghajtás között? Illetve mi alapvetően mit jelent ez, hogy kvantum meghajtás? Mitől kvantum? Jogos a kérdés, annyira jogos a kérdés, hogy magam sem tudom a választ, mert miközben készültem erre az adásra, próbáltam rájönni, hogy mi a különbség az Orville-ben szereplő hajtómű között, és a között, ami itt a Star Trek-es warp drive-nak ez a második, az az Alcubierre-féle interpretációja, és arra jöttem rá, hogy a kettő az lényegében ugyanaz. Ugye az Orville című sorozatban tényleg láthatjuk azt az effektust ilyen művészi megjelenítéssel, ahogy maga előtt összenyomja a háta mögött meg kitágítja a téridőt. Tehát simán lehet, hogy itt a sorozat a filmkészítőket itten befolyásolta
már maga az Alcubierre-nek az eredménye, amit azért megfuttattak a médiában, és például 2012-ben volt egy felkapott hír, hogy a NASA is foglalkozik vele. Tehát bizony, azt gondolom, hogy itt elsősorban tényleg egy franchise dolog van, ami különbséget tesz a kettő sorozat között, és hát a másik, az meg, ami fizikán túl van bőven, azt nem értjük, persze, de azt el tudjuk mondani, úgymond tényszerűen, hogy ebben a két univerzumban szereplő hajtóművek, ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz, és persze az jön ki, hogy az Orville-ben azért sokkal gyorsabbak. Tehát a Star Trekben van egy limit, egyébként ez egy érdekes dolog, bár itt nincsen mögött olyan fizika, amit én el tudnék képzelni, de a Star Trekben vannak különböző warp faktorok, amik tulajdonképpen sebesség, hát nem sebesség, hanem ilyen térgyűrés fokozatok. Az egyes fokozat esetében éppen fénysebességnyivel halad az ember, a kettes fokozat esetében fénysebesség 10-szeresével, a hármas fokozat esetében már 39-szeresével, stb. A négyes fokozat esetében 102-szörösével. Van valamiféle ilyen kvázi logaritmikus jellegű skála. Ez mint smafú ahhoz képest, ami az Orville-ban előfordul, mert ott nem ritka a 7000-szeres fénysebességgel egyenértékű téridő összenyomás, de az alapötlet tulajdonképpen ez, hogy egy gyűrű buborékot húzzunk létre az űrhajó körül, azt nem tudjuk miből, mondjuk negatív tömegű anyagból, ami magunk alá gyűri a téridőt, és emiatt úgy tűnik, mintha gyorsabban haladnánk. Ez ugyanaz az ötlet mind a két sorozatban. Na már most az egy kérdés, hogy mire utal a kvantumhajtómű elnevezés? Hát valószínűleg arra utal, ahogy mondtuk is az előbb, hogy itt ahhoz, hogy ilyet lehessen csinálni, ahhoz kvantum effektusok kellenek. Tehát ha én akarok ennek a kifejezésnek valami többlet jelentést tulajdonítani, akkor az éppen az emlegetett Casimir effektussal lehet kapcsolatos, hiszen mondtuk, hogy pici méretben bizony előfordul rövid ideig és lokálisan, hogy a tér, az üres tér energiája negatív. Na, hát ez egy kvantum effektus, tehát hogyha például sikerülne ezt az effektust megcsinálni bazi nagyban, akkor bizony az lehetne a meghajtás egyik módja, és akkor joggal viselni a kvantum nevet. Úgyhogy lehet, hogy éppen erről van szó. De ez csak egy ilyen educated guess. Tehát ez egy sima találgatás. Valójában, hogyha rossz májú akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy egyszerűen csak nem akarták ugyanúgy elnevezni a hajtóművet, mint a Star Trekben. De akkor azt mindenképpen el tudjuk mondani, hogy ennek a vizuális megjelenése, illetve művészi megvalósítása az közelebb áll már a valósághoz, mint a Star Trek esetében. Egyáltalán, hogyha ilyen történne, egy ilyen hajónak a fedélzetén lennénk, akkor mit látnánk, mit észlelnénk akkor, amikor ilyen görbületi sebességre kapcsolunk? Azt látnánk, mint a Star Trekben, hogy így elsuhannak mellettünk a csillagok? Nagyon érdekes, hogy azt látnánk, hogy először is, ha hátrafele nézünk a hátsó ablakon, akkor könnyen lehet, hogy minden elsötétülne. Az biztos, hogy eltolódna a vörösbe előbb, aztán elsötétülne a fényük a dolgoknak, egyszerűen azért, mert amikor hátunk mögött kitágul a téridő, akkor a benne lévő fénynek a hullámhossza is kitágul, és ez azt jelenti, hogy egyre vörösebbé válik, hogyha már egy szintnél tovább húzzuk a téridőt, ez akkor fordul elő, amikor hátrafele gyorsabban húzzuk ki a téridőt, mint ahogy a fény terjed, akkor egzaktul nem látnánk semmit. Tehát akkor a hátsó ablakon úgymond feketeséget látnánk. Ennek az ellenkezője történik az első ablakon, ugye ott összenyomódnak, ugye összehúzódnak a távolságok, ugye ezt csináljuk belül ülő szemlélők számára, összenyomódik a távolság az előttük levő irányba. Ugye ezt tudná ez az Alcubierre megoldás. És akkor ezt úgy látnánk, hogy a kék felé tolódnak el a hullámhosszak, tehát a nagyobb energia felé, tehát egy nagy kék eltolódást látnánk, sőt, nyilván ez egy megnövekedett fényerővel is járna, ez egy kicsit tényleg hasonlít arra, amiket lehet látni ezekben a művészi megjelenítésekben. Az viszont egy furcsaság, és akkor ez egy hiba, hogy ezt az egész dolgot, ezt 3D-ben kell elképzelni. Az Orville sorozatban valahogy úgy néz ki ez az egész, mint hogyha lenne egy kétdimenziós fal,
és azon keresztül megy az űrhajó. Na, ez nem ilyen egyszerű, ez biztos, hogy nem így néz neki, nem nagyon tudom pontosan, hogy néz neki, de azt tessék megfontolni, hogy amikor az ember a felső ablakon néz ki, tehát a tető ablakon nézünk ki mindeközben, akkor mit látunk? Hát akkor valószínűleg ott pont nem kéne látnunk semmi érdemleges változást. Szóval az nem olyan lesz, hogy mi bemegyünk egy falba, hanem attól is függ, hogy mit látunk, hogy merre nézünk. Hátul sötétséget, vagy nagyon vörös dolgokat, elől nagy világosságot, meg olyan sok-sok csillagot látunk egyszerre, amik egyébként tök messze vannak egymástól, de most összenyomódnak a távolságok, és akkor most sok mindent látunk egyszerre, és fényesen és kéken, viszont amikor a fölfele nézünk ki a tetőablakon, akkor olyan, mintha nem változna semmi. Ez egy kicsit azért fura, de én valahogy ezt így képzelném el. Tehát akkor kijelenthetjük azt, hogy gyakorlatilag az ilyen science fiction-ökben lévő megvalósítás, ahol fénynél gyorsabb sebességgel halad egy űrhajó, ott gyakorlatilag ez csak egy hollywoodi megvalósítás, és baromira azért köze nincsen ahhoz, ahogy ezt látnánk a valóságban, ha létezne? Amit állítasz, az nagyon jó közelítéssel igaz, egyetlen nagyon fontos kivétel tudok, az emlegetett Kip Thorne, tavaly Nobel-díjat kapott fizikus, közreműködésével és alapötlete alapján készült Interstellárt, ahol kifejezetten figyeltek arra, hogy a dolgok úgy nézzenek ki, ahogy ki kell nézniük, olyannyira, hogy konkrétan a vizuális effektusok tervezőinek, a Kip Thorne, mint a mozifilm tudományos szakértője, betanította nekik az általános relativitás elméletet. Tehát, hogy hogyan kell leprogramozni azokat az egyenleteket, amik például meghatározzák, hogy egy neutroncsillag vagy egy fekete lyuk körül hogyan torzul a téridő, és hogy azt hogyan látjuk. Az teljes mértékben hiteles, olyannyira, hogy új eredmények is kijöttek a film készítése során. Mert hogy a vizuális effektusok készítői, gondolom ez az Industrial Light and Magic lehetett, aki a George Lucasnak a cége, hát ezeket ők szokták csinálni, tehát ők a szuper számítógépeikbe, amiket a hollywoodi filmekhez használnak, betették az egyenleteket, és hát ami kijött a filmnek a látványa, az egy megoldása az Einstein egyenletnek. Például az, hogy a fekete lyuk körüli korong, az hogyan gyűrődik úgy föl, hogy azt is lehet látni, ami a fekete lyuk mögött van, de a téridő görbülete miatt így felgörbül a hátulja, ezt lehet látni az Interstellárban. Az önmagában, hogy ez ilyen szépen kijött, az egy tudományos eredmény volt. Tehát talán ez volt a legelső eset, amikor egy hollywoodi film készítése direkt tudományos publikációt eredményezett. De természetesen inspirációt már korábban eredményezett, hiszen visszatérve a kedvenc témához, ugye egyértelmű, hogy ez az Alcubierre se kezdett volna el warp drive-okon gondolkozni, hogyha nem lett volna maga is nagy Star Trek rajongó, tehát ilyen értelemben ilyen is van. De valóban egyébként talán az a varázsa a Star Treknek, és az a tökéletessége ennek a sorozatnak, hogy egyszerűen magától értetődőnek veszik, hogy ezek a technikák léteznek, és nem nagyon merészkednek vékony jégre azzal kapcsolatban, hogy hogyan működne. Tehát amiket itt elmondtunk, annak a nagy többsége az fan theory, az kizárólag abból alakul, mert egyszerűen Gene Roddenberry azt mondja, hogy ezek tudnak fénysebességgel gyorsabban közlekedni, így meg így kész. Néha mondtak néhány szakszöveget közben, ezeknek néha volt értelmük, néha nem, de hogy ebből hogyan lett egy konzisztens univerzum, hát ez egy érdekes kérdés, de nem is mindig lett egyébként, tehát azért a Star Trekben is vannak olyan vadhajtások, amik nem konzisztensek ezzel, amiket mi most elmondtunk, meg például ezzel a warp sebesség limittel sem mindig konzisztens, amit csinálnak, tehát ezek olyan dolgok, amiket részben a nagy Star Trek fanatikusok kitalálnak a sorozatot nézve, hogy mi lehet a szabály. De hát tudjátok, elérhetők mindenféle manuálok az Enterprise-hoz, meg mindenhez, tehát fantasztikus irodalma van már ennek. Létezik Physics of Star Trek című könyv, tehát hihetetlen mi mindenki jött ebből a sorozatból, de azt akarom csak mondani, hogy ez nem a hollywoodi filmkészítőknek a tudatos terméke kezdettől fogva, hanem ez egy közösségi termés, ami nyilván visszaadott aztán a sorozat készítőkre. Magyarul igen, nagyon gagyik néha az animációk, és semmi közük a fizikához, ez van, de az azért elvitathatatlan, hogy rengeteg féleképpen inspirálta a Star Trek a fizikusokat. És én is itt, ahol dolgozok, körül vagyok véve olyanokkal, akiket valamiért a science fiction hozott el a fizikába, és ma aktív kutatók. Az előbb említetted a vadhajtásokat, a Star Trekben is van egy legújabb vadhajtás, a Star Trek Discovery, ahol egy úgynevezett spórahajtóművel utaznak térben. Mi erről a véleményed?
őszintén szólva próbáltam fogást találni ezen a spórahajtóműn, hiszen jó lett volna beszélni róla valamit, de egyszerűen nem bírom felfogni, hogy itt mi lehet az ötlet. Tehát valójában annak ellenére, hogy én nem vagyok a Discovery-nek a nézője még, de a feleségem, aki főtrekker a családban, ő azért rendszeresen nézi mostanság, és hát ő mesélte nekem azt, hogy hát tulajdonképpen ez valamilyen terves hajtóműrendszer, amiket valamikor a Föderáció az a 2240-es évek környékén fejleszt ki, ami valami micelliumos spórák segítségével közlekedik, akiknek az ő hosszú szálai keresztül szövik az egész univerzumot, a téridőt, amik valamiféle kvantum lények, mert hogy ilyen apró szinten nincsen különbség a biológia meg a kvantum fizika között, vagy hát én nem is igazán értem, és hogy ezek tulajdonképpen nem mások, mint a galaxist összetartó ideg és izomhálózat, és hogy ennek a segítségével lehet valahogy közlekedni. Őszintén szólva, itt még kapcsolódást sem érzek semmiféle valós fizikához. Szóval itt egy kicsit tanácstalan vagyok. Lehet, hogy most mertek valami nagyon randomot mondani a Star Trek készítői, mondván, hogy mi már egyébként bejött, hiszen gondoljunk bele, hogy amikor a 60-as években először került a képernyőre a sorozat, akkor még senki nem beszélt warp drive-okról, meg sehol nem volt az, hogy ennek lenne bármilyen fizikai alapja, valószínűleg pontosan ugyanakkor a kreténységnek tűnhetett, mint most ez. Szóval végül is érthető, hogy ezzel akarják motiválni a tudós társadalmat, hogy valami hasonló legyen a világon, de őszintén szólva ötletem sincs, hogy ezt mihez tudnám kötni, ezt az egész koncepciót. Sajnos. Hogyha egyébként visszatérünk a hagyományosabb, idézőjelbe hagyományosabb sci-fi meghajtásokhoz, akkor az ilyen űrhajókon utazó emberekre az utazások gyakorolhatnak-e valami nem várt fiziológiai hatást, vagy ezekben úgy kell elképzelni az utazást, mintha egy buborékban lennénk, és ott az eddigi fizikai törvények megszokottak, mondjuk, hogyha van mesterséges gravitáció, akkor úgy élnek az emberek, vagy számíthatnánk-e valami szokatlan hatásra? Valójában ez egy nagyon érdekes kérdés olyan szempontból, hogy az emlegetett Iker paradoxon például miért nem lép föl? Ugye ez, hogy aki gyorsan menő űrhajón utazik, az úgy tűnik, hogy lassabban öregszik, mint egy álló megfigyelő. Ugye az ember, ez például egy hatás lenne, nyilván. Na most ehhez képest a Star Trekben azt látjuk, hogy ezek repülnek warp drive-val A pont és B pont között, és utána visszamennek a főhadiszállásra, és pont annyi időt eltelt nekik. Ez egy érdekes különbség, hogy úgy tűnik, hogy valószínűleg azzal, hogy ilyen módon egy ilyen buborékba kerül, ahogy te is mondtad, az űrhajó, és csak gyűri maga alatt a téridőt, ezzel lokálisan ő tulajdonképpen lassan halad. Ez a vicc. Tehát lokálisan ő nem... Érted, hogy miközben maga legyűri a teret, de közben minden pillanatban a téridőnek azon pontján, ahol éppen van, ő ott egyáltalán nem kell, hogy gyorsan haladjon a téridőhöz képest. Más kérdés, hogy az gyorsan gyűri maga alá. De látjuk, a kettő az nem ugyanaz, valahogy ezt úgy tudnám elképzelni, mint hogyha egy gumiszőnyeget gyorsan gyűrnénk magunk alá, de a gumiszőnyegen levő kockás mintázatnak egy adott pontjához képest, tulajdonképpen, ami éppen a fenekünk alatt van, ahhoz képest mi tulajdonképpen nem is megyünk gyorsan, csak magunkkal elgyűrjük. Tehát valami ilyesmi történik. Ezért aztán a legmegrázóbb dolog volt számomra mindig ebben, hogy hogyan lehet, hogy ezekre nem hat az Iker paradoxon, de ez a buborékos hasonlat, meg ez a téridő gyűrögetős buli, ez tulajdonképpen ilyen módon erre választ ad. Egy másik dolog persze az mindenképp érdekes, hogy például a sugárzások ezeket az embereket miért nem teszik tönkre? Ugye vegyük észre, hogy bármi történik itt, ugye nem tisztázott a dolog a Star Trek hivatalos dumái alapján, hogy hogyan működik egy warp drive, de azért tudunk, hogy antianyag hajtja. Na most az antianyag, az ugye például, képzeljük el, hogy hogyan csinálna az ember egy antianyag hajtóművet, például úgy, hogy visz egy nagy tartányi protont, mondjuk egy Jupiter tömegi protont, és egy csomó antiprotont. Na, az antiproton az milyen? Az ugyanolyan, mint a proton, csak éppen fordítva pörög, meg negatív a töltése. Tulajdonképpen az a baj vele, hogy nagyon nehéz tárolni, mint minden antianyagot, hiszen hogyha igazi anyaggal találkozik, akkor megsemmisül. Mégpedig egy nagy robbanás keretében, tehát ez az annihiláció.
Éppen ezért nagyon nehéz antianyagot megfigyelni, és még nehezebb tárolni, de persze erre léteznek megoldások. Erre léteznek megoldások az antianyag tárolásra. Tehát most már ott tartanak, hogy tudnak antiprotonokat előállítani, és azokat hetekig tudják tárolni mindenféle eszközökkel, például az úgynevezett penning csapdákkal, ami erős mágneses tereken alapul, tehát tulajdonképpen egy mágneses ketrecben tartják az antianyagot, és nem engedik ki. Na, szóval valamilyen módon van egy csomó anyag, mondjuk protonok és antiprotonok valahol az Enterprise-ban. Ezt a kettőt, ha összeeresztik, akkor nem rögtön szétsugárzódik fényjé, hanem keletkezik előbb 4-5 pi mezon jön létre, most mindegy, részecske fizikai rajongó hallgatóink kedvéért, 4-5 pi mezon keletkezik, a semleges pi mezonok aztán lebomlanak 2 gamma fotonra. Ezek szolgáltatják egyrészt a hajtást, mondjuk, ugye ez emlékezett gamma sugárzás. Ez például lehet kifejezetten baromi káros, aztán a pozitív pi mezon az lebomlik egy pozitív mu mezonra és egy neutrinóra, a neutrinótól nem kell félni, a neutrinó az mindenen átmegy, az nem tesz kárt senkibe, de azért a gamma sugárzástól lehet félni. Negatív pi mezon antineutrinóra, meg egy másik mu mezonra bomlik, de aztán végül azok is tovább bomlanak, még pedig baromi gyorsan, és akkor pozitronokból és elektronokból álló sugárzás keletkezik. És mindettől, és aztán végül a pozitronok és az elektronokkal találkoznak, ők is valamilyen valószínűséggel, azokból is gammafotonok lesznek. A lényeg az, hogy elég erős káros sugárzást van ezeken az űrhajókon, és igazából valójában elég nehéz ezek ellen védekezni. Természetesen a töltött részecske sugárzás ellen lehet úgy védekezni, hogy például az emlegetett mágneses terekkel mondjuk eltéríteni őket, de például a gamma sugárzás például okozhat károkat, főleg ilyen nagy mértékben, a másodlagos hatásokról nem is beszélve. Tehát itt nem arról van szó, hogy a gamma sugárzást ezt nem lehetne elnyeletni, úgyhogy ne jusson be az űrhajósokra, de akkor mindenféle másodlagos reakció indulna meg, aminek keretében például olyan bomlások következhetnek be, hogy például egy neutron eltalál egy, mit tudom én, egy neutron, ez kifejezetten nehéz leárnyékolni, mert semleges részecske. Igaz, hogy rövid ideig él egy szabad neutron, de mondjuk elérbegél 10 percig, és az bőven elég ahhoz, hogy egy ilyen reakció keretében valahogy létrejön egy neutron, az eltalál egy élő sejtet, akkor annak a sejtnek kész. Tehát tulajdonképpen ez egy probléma. Úgyhogy igen, vannak ilyen érdekességek, amikre nem kapunk maradéktalanul választ a sorozatból. Arról nem beszélve még egyébként, hogy eredetileg az régi Star Trekben nem is antianyag hajtómű szolgáltatta a warp drive-hoz az energiát, hanem atom erőmű. Talán emlékezhettek is, mert a filmben is, a remake-ben is előkerül ugyanaz a sztori, ami az egyik régi Star Trekben benne volt, és azt pont, ha jól emlékszem, a fedélzeti atomerőmű körüli mahinációkkal kapcsolatos. Spockkal és Körkkel. De nem nagyon emlékszem ott a sztorira, de az biztos, hogy ott atomsugárzásnak volt valaki kitéve, valami ilyesmi volt, úgyhogy az egy probléma. Egyébként még nem beszéltünk az impulzus hajtóműről, tehát amikor az impulse drive, amikor a Star Trek-esek éppen nem gyűrik maguk alá a téridőt, akkor egyszerű, úgymond hagyományos fúziós hajtóművel közlekednek, ami persze még szintén nem létezik. Tehát erről is érdemes egy pár szót ejteni, mert ez viszont tényleg olyan, aminek tisztázott a fizikája, annak, hiszen például ez az, ami a napenergia termeléséért felelős. A fúzió. Itt arról van szó például, hogy hidrogénatomok egyesülésével létrejön egy héliumatommag, és ez a héliumatommag, ez lényegesen kisebb tömegű, mint a két hidrogén együtt, és tulajdonképpen a tömegkülönbség az energiaként felszabadul. És hát ez működteti a napot, meg ez az a reakció, ami a hidrogénbombában is lezajlik, teleredének köszönhetően, és hát ez az a reakció, aminek a megszelidítésén úgymond évtizedek óta dolgoznak a tudósok, hogy ebből lehessen majd egy energiatermelést csinálni, ami erőműként működhetne, de az erőmű mellett persze arra is alkalmas lenne, és akkor nem is kell fenntartató energiájának lennie, tehát tulajdonképpen már maga egy hidrogénbomba alkalmas lenne tulajdonképpen arra, hogy egy űrhajót hajtson. Ugye vegyük észre, hogy itt hidrogénről és héliumról beszélünk, tehát semmiféle uránról, meg transzurán elemekről, meg mindenféle ilyen radioaktív dolgokról nem beszélünk, tehát az az előnye, a nagy előnye egyébként a fúziós reaktornak, hogy olyan elemek kellenek hozzá, ami tényleg kb. Korlátlan mennyiségben van jelen az univerzumban, például hidrogén.
amiről azt tanultuk, hogy az univerzum anyagának a 90-valahány százalékát, mármint az ismert anyagának a 90-valahány százalékát alkotja, tehát az sok. Tehát hidrogén az van bőven, tehát a hidrogén az kb. Az ingyenes üzemanyag, persze óriási mennyiségekről van szó, de hát erre vannak ötletek, és bizony gigantikus tervek, de ott aztán nincsen fizikai akadály. Már a 70-es években Ellen Bondi, a British Interplanetary Society-nek az egyik kutatója, a Brit Bolygóközi Társaság egyik kutatója, megtervezett egy Daedalus vagy Daedalus nevű űrszondát, ami hatalmas nagy lenne, tehát ezt tényleg azt kell elképzelni, hogy itt ahhoz, hogy legyen hozzá elég megfelelő üzemanyag, ahhoz a Jupiternek a légköréből kéne kinyerni a megfelelő hidrogénizotópot, mert talán deutérium kell hozzá, de Földön az elég ritka, szóval már nem emlékszem annyira a részletekre, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen ott olyan hatalmas nagy elméleti akadályok nincsenek, lehetne építeni egy olyan űrhajót, ami egy fúziós hajtóművel a fénysebesség egy tizedével halad. Azt jelenti, hogy a legközelebbi csillagra, az Alpha Centauri környékére, mondjuk 40 év alatt elér, az egy megvárható idő, tehát hogyha egy pici doktorandusz, egy egyetemista bekerül a programba, akkor jó esélye nyugdíjas korára megéri azt, hogy odaér az űrszonda, és mondjuk még 4 év, mire visszajön onnan az adat, mert az fénysebességgel terjed. Hát ez nem is azt mondjuk, hogy ez a fizikai realitás része, de ott tisztázottak az elméleti keretek. Csak, idézőjelben, egy akkora mérnöki feladat, ami, mit tudom én, az Egyesült Államok, mit tudom én, 30 éves teljes költségvetését felemésztené, tehát nyilván ez nem fog a közeljövőben megvalósulni, de nincsenek elvi akadályok. Hát valaha a Holdra szállás is ilyen volt. És a British Interplanetary Society-re érdemes figyelni, mert ők már a 40-es években eltervezték, hogy hogyan kell a Holdra leszállni, és mit ad Isten, az nagyon hasonlít ahhoz, ami aztán az Apollo programban megvalósult. Szóval okos emberekből állt az a társaság, és áll mind a mai napig. Ellen Bondi is az egyike ezeknek, szóval a Daedalus űrszondát elvileg meg lehetne csinálni. De hát persze, hát a science fiction rajongók azok nem nagyon örülnének annak, hogyha 40 évig tartana elérni egyik csillagtól a másikig, azért ez kicsit unalmas, ez meggyújtja a storyline-t eléggé, úgyhogy itt azért vannak kérdések. Szerinted a meghajtás kutatás következő nagy lépcsőfoka, vagy lépcsőfokai mik lesznek, ami most jelenleg 2018-ban tudományosan szerinted megalapozott? Nagyon jó kérdés. Az elsődleges cél most a naprendszeren belüli utazásnak a gyorsabb átétele, ami már a hétköznapi életünk része, de azért még rengeteg fejleszteni való van természetesen, az az ionhajtómű. Az már a hétköznapi élet része, és az nem más tulajdonképpen, mint egy régi katodsugárcsöves televízió a képernyő nélkül. Mert mi történt a régi tévékben, még nem a plazma tévékben, hanem a kémcsöves tévékben, ott volt benne egy elektromágnes, ami elektronnyalábokat irányított a képernyő különböző pontjaira, és amikor az neki csapódott a foszforeszkáló bevonatnak, akkor az ott fölvillant, és akkor ott megjelent Antal Imre orra. Na most valójában ez egy remek hajtómű, tehát tulajdonképpen tényleg arról van szó, hogy egy elektromágnessel töltött részecskéket felgyorsítanak, és az meg löki előre az űrhajót, ennyire egyszerű. Na most természetesen gondolhatjuk, hogy a tévé bekapcsolásakor se tapasztaltuk azt annak idején, hogy úgy elindul hátrafelé, tehát azért itt icipici, iciri-piciri nyomásról van szó. Persze akkor is, hogyha nem elektronokkal, hanem mondjuk töltött atommagokkal csinálják, és mondjuk nagyobb sebességre gyorsítják, de akkor még mindig a legnagyobb eddig elér erő, amit ez ki tud bocsájtani, az 1 newton. Mert az semmi, mit tudom én, néhány papírlapnak a súlya, szóval ez nem nagy szám, de nem szabad lebecsülni, mert viszont az az előnye az ionhajtóműnek, hogy ez tud folyamatosan működni nagyon sokáig. Tehát, hogyha folyamatosan 1 newton erővel gyorsítunk valamit, vagy akár még sokkal kevesebb, egy 10 newton erővel gyorsítunk valamit folyamatosan, akkor is azért az irdatlan nagyon fel tud gyorsulni, hogyha mondjuk hónapokon keresztül gyorsítunk, vagy heteken keresztül. Tehát képzeljétek el, hogy ez hosszú távon annyit jelenthet, hogy hetek alatt el lehet érni a Marsra, szemben a mostani fél évvel. Ami azért nagyon sokat fog számítani, hogyha emberek vannak a fedélzeten. Tehát ez mindenképp egy logikus következő lépés. Azt mondanám, hogy ez a leglogikusabb következő lépés, hogy
itt új meghajtási módszereket találni. És persze vannak még mindenféle egzotikusabb ötletek, például a Stephen Hawking által javasolt ötlet, ami pont azt célozza meg, hogy a Daedalus űrszondánál gyorsabban és egyszerűbben valahogy egy iciri-piciri űrszondát el kéne juttatnunk egy közeli csillaghoz. Akár éppen a 4 fényévnyire levő Alpha Centaurihoz, vagy Proxima Centaurihoz, mégpedig úgy, hogy lézeres nyomással. A lézer az tulajdonképpen azt jelenteni, hogy az űrszonda nem magával viszi a hajtóművét, hanem például a Földön egy nagyon nagy energiájú lézerrel folyamatosan nyomják előre az űrhajót, hiszen a fénynek van nyomása. Képzeljétek el ezt, hogy már a 80-as években tudtak olyanokat, hogy ilyen 1 mikron átmérőjű golyókat lézerrel lebegtetni. Tehát egy lézerre ráteszik a pici golyót, és akkor az ott leveg, mert a lézer nyomás fenntartja. Meg hát persze a régen kormányzat idején az Egyesült Államokban nagyon nagy szerepe volt az erős lézerek fejlesztésének, hiszen akkor voltak a csillagháborús projektek, ami konkrétan arra irányult, hogy a szovjet műholdakat hogyan lehetne a Földről megvakítani, vagy szétlőni lézerrel. És akkor még kapcsolódnék a mostani izraeli fejlesztéshez. Ugye tudjátok, hogy a Gázából induló kis rakétákat Izrael jelenleg egy nagyon drága rakétarendszerrel szedi le, ez a Kipat Barzel, vagy Iron Dome, vagy Vaskupola. Ennek egy újabb változata lenne az, amikor egy célzott lézernyalábbal lövik szét ezeket. Tehát igenis, a lézerek, amiket itt nem szabad lebecsülnünk a lézerpointereinket, a lézerek hihetetlen energiát tudnak nyújtani, amivel meg lehet semmisíteni eszközöket. Adott esetben például arra is alkalmasak, hogy egy űrszondát nyomjanak előre, és azért nagyon jó, mert a lézernyaláb az egy irányított nyaláb, tehát fókuszál. Tehát nagyon sokáig lehet előre nyomni vele az űrhajót, mert elég pontosan lehet a lézerrel célozni, akár több millió kilométeres távolságokon elvileg, hiszen a lézer egy úgynevezett koherens fénynyaláb. Szóval ez egy ötlet lenne, amit azért lenne nagyon jó, mert hát az energiaforrás nem az űrhajónak, meg a hajtóanyagot nem az űrhajónak magának kell magával vinnie, az lehet akár a Földön, vagy akárhol máshol. Szóval ezek ilyen tervek, amikre bizony lehet számítani, hogy nagyobb teret kapnak a következő évtizedekben. Sok science fiction foglalkozik azzal, hogy jönnek a Földön kívüliek és leigáznak minket, illetve hát azért manapság is sok UFO hívő van, akik szerint jelenleg is köztünk járnak és látogatnak minket. Szerinted, ha itt vannak vagy jönnek, akkor mi hajtja az összekerüket? Őszintén szólva én nem nagyon hiszek abban, hogy warp drive az egy fizikailag plausibilis lehetőség. Bár ez egy ilyen hosszú adás után egy kicsit lehangolóan hangozhat, azért én egy kicsit problémásnak érzem ezt az egzotikus negatív tömegű anyagot, ami kellene ehhez. Én a következőt gondolom. Azt gondolom, hogy E.T. úgy csinálja ezt a dolgot, hogy ők hagyományos hajtóművekkel közlekednek, és hagyományosnak tekintem például az előbb felsorolt meghajtásokat is, tehát például a fúziós hajtóművet, vagy akár az anyag-antianyag hajtóművet, tehát minden olyasmit, amihez nem kell a téridő görbülése. Természetesen ez óhatatlanul maga után vonja azt, hogy a fénysebesség egy valós határsebesség, és ezzel nincs mit csinálni. De viszont azt nagyon elképzelhetőnek tartom, hogy kozmikus civilizációk jöjjenek létre. Mire gondolok? Több nemzedéket magával vívő űrhajók. Vagy olyan űrszondák, amik képesek reprodukcióra, ez elég hülyén hangzik, de gondoljunk bele, ezt egyébként nem más, mint Neumann János vetette föl, hogy olyan gépeket, ilyen Neumann automatákat lehetne készíteni, amik, hogyha eljutnak megfelelő környezetbe, ahol találnak nyersanyagokat, magukról másolatokat készítenek. És akkor, mit tudom én, egy űrszonda például lerepül egy bolygóra, akár nincs is rajta ember, azért mondom, hogy űrszonda, nagyon okos gépek, bár a civilizáció egy fejlettségi szintjén, zárójeles megjegyzés, szerintem nincs különbség a gép meg a biológiai forma között. Tehát nagyon könnyen el tudom képzelni, ha nem is elfogadni, hogy 200 év múlva az emberiség már gépekből fog állni. Hiszen minden, ami számít itt lényegében, az az agyunkban levő információ. És ha az agyunkban levő információt le lehet tárolni egy másik formában, akkor lehetnek a leszármazottaink nagyon okos, örökké élő gépek, vagy mit tudom én. Tehát itt azért nagyon sok minden lesz a szuperemberré válás útján, aminek a végén lehet, hogy gépekké válunk, de hát ez mindig benne van a pakliban. Na szóval mondjuk egy ilyen űrszonda eljut egy bolygóhoz, aztán ott megépülnek a másolatai, azok szétrepülnek,
kerülnek újabb 10 bolygóhoz, vagy más csillagrendszerbe, aztán így tovább, így tovább. Ugye akkor ez egy exponenciális növekedés. Ez lehetővé teszi, hogy olyan rövid idő alatt, rövid idézőjelben, olyan rövid idő alatt, mint 1 millió év, vagy akár még kevesebb idő alatt, ami tényleg hát kozmikus szempontból semmi, azzal egy tejútrendszert be lehet lakni. Egyszerűen így, jól, ilyen szaporodó űrszonda populációkkal. Tehát én azt gondolom, hogy ez bizony simán lehetséges, hogy ez így történik, mert elég logikusnak tűnik. Tehát én nem azt gondolom, hogy az a jövő útja, hogy ténylegesen gyorsabban fogunk utazni, mint a fény, hanem azt gondolom, hogy a másik irányból közelítünk, lehetséges, hogy olyan lényekké fogunk válni, akik millió évekig élnek. És lehetséges, hogy ezért aztán nem fog annyira számítani nekünk, hogy 40 év alatt érünk el egy csillaghoz. Mert az tulajdonképpen, ha úgy éppen belassítjuk magunkat, vagy lehibernáljuk magunkat, vagy mit tudom én, mit csinálunk, az akkor még csak egy másodperc lesz. De nyilván ez befolyásolni fogja az egész interakciónkat, a közösség más tagjaival, az időérzékelésünket, mindenfélet befolyásolni fog. De én azt hiszem, hogyha megkérdezitek, hogy az öröklét elérése az egyszerűbb feladat, vagy a fénysebességnél gyorsabban történő utazás, akkor én egyértelműen azt mondanám, hogy az előbbi egyszerűbb. Úgyhogy gondolom, IT is így csinálja. Végezetül pedig, amellett, hogy fizikus vagy, klímakísérletekkel foglalkozol, zenélsz is mellette, már szóban összefoglalnád, hogy ki is vagy te pontosan? Az MTA ELTE elméleti fizikai kutatócsoport tagjaként dolgozom, de hát emellett igazad van, én zenélgetek, és festek, és ki tudja még mi mindent csinálok. Elsősorban úgy definiálnám magam, mint egy érdeklődő ember, aki tulajdonképpen minden érdekel, ami körülveszi a világban, és ezért is nagyon köszönöm nektek a lehetőséget, hogy ebben elmélyedhettem, mert őszintén szólva korábban soha nem olvastam utána a warp drive fizikájának, vagy ilyesmiknek, és most ez nekem egy nagyon érdekes kirándulás volt, meg és remélem nektek is, meg a hallgatóknak is. Mindenképpen, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál dr. Vince Miklós, az MTA ELTE elméleti fizikai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársát hallottátok. Nem tudom, a kedves hallgatók és te Csaba, hogy vagy veled, én még órákon keresztül el tudtam volna hallgatni Miklóst, de sajnos véget ért a műsor, és ezzel az első adásunk. Csaba, hogy érezted magad a felvételek és a munkálatok közben? Hát én felbecsülhetetlen tapasztalatokat gyűjtöttem, nem bántam meg egyáltalán, hogy elvergődtünk a szinkron stúdióba, mert amit ott láttunk, az valami olyan tapasztalat volt, ami nagyon új. Ráadásul láttam, hogy hogyan készítik el az ottani munkatársak és a színészek a magyar nézők számára az Orville-t, ami már önmagában is egy hatalmas dolog átélni, hogy egy olyan sorozatot látunk Seth MacFarlane-től, amire a 2000-es évek eleje óta várunk gyakorlatilag, és hát ennek a műsornak a készítése közben számomra lehetővé vált, hogy ezekbe a háttér folyamatokba betekintsek, aminek nagyon örülök. Ezen kívül a tudományos oldalt is meg tudtuk vizsgálni, ami számomra külön öröm, mert a science fiction és a tudomány az kölcsönösen hatással vannak egymásra, és úgy gondolom, hogy a Star Trek is sok olyan tudóst inspirált, akik később fontos dolgokat tettek le az asztalra. És hát Miklós előadásában tényleg rendkívül érdekes dolgokat hallottunk. Hát igen, podcastünk elindult, és megtudtuk, hogy mivel menjünk, szubtérhajtóművel, kvantumhajtóművel, vagy esetleg impulzussal, mert hogy az impulzus is megy tovább. Csaba, hát csináljátok, mire számítsunk az elkövetkezendő hetekben az impulzusban? Ugyanarra kitűnő és részletes elemzésre, amire eddig, tehát megpróbálunk minden epizódot kíméletlenül górcső alá venni, kivesézni, megfogalmazzuk a kritikáinkat, de azt is elmondjuk a kedves hallgatóknak, hogy mi az, ami nagyon tetszik. Remélem, hogy velünk fogtok majd tartani, és ugyanígy a Parallaxist is fogjátok majd hallgatni. Itt az adás végén szeretném megköszönni a TV2 csoport és a Direct Dub Studio szíves vendéglátását, illetve segítségét ahhoz, hogy létrejöhetett. A műsor elején hallható két beszélgetés, és köszönjük Bogdányi Titanillának, Csöre Gábornak, dr. Vince Miklósnak, Attilának és Dave-nek, és hát köszönöm neked, Csaba, hogy itt voltál velem, és velünk, és mindannyiunkkal.
fogunk találkozni egy hónap múlva, Parallax is havonta fog jelentkezni. A következő témát figyeljétek a Facebook oldalunkon, mindenféle elérhetőséget megtalálhattok ott, ahol ezt a műsort éppen hallgatjátok. Reméljük, hogy kellemesen szórakoztatok, és sikerült egy kicsit a rádió és a podcast formátumot összegyúrni, és egy érdekes műsort készíteni nektek, mert hogy a rádió annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Az űrszekerek megbízásából készítette az mtv.hu. Produkciós vezető Horváth Ádám Tamás.